közel. Kál. M3-as, és ott Tarnabon. Tehát ez egy pár kilométer, szerintem egy 2 kilométer sincs. Templom alatt. Igen, igen. Ott van mellettünk Kál. És mi történt itt? Hát itt történt az egyik bűncselekmény, ez a fegyveres valami elkövetés, hogy 4 lakásba utca végén belövöldöztek, és erre vezetett ki a nyom, hogy erre jöttek kifele, mert van egy kis híd, amin átjöttek. És ebben az ügyben van az ön fia letartóztatva? Igen, igen, igen. Ártatlanul meggyanúsították ezzel az ügyel plusz 2 társát, hogy ők követhették el ezt a bűncselekményt, de nem ők követték el, mert az én gyerekem otthon feküdt. Teljesen ártatlanul van meggyanúsítva ezzel az ügyel. Az alibit ezt önök tudják neki igazolni? Igen, tudjuk. Igen. Ez miért nem volt elég? Hát, mert a rendőrség teljesen nem úgy nyomoz, ahogy kellene normálisan. Teljesen más irányba nyomoznak, eltérnek az igazút mellett, nem akarnak igazságosan nyomozni. Mi történt itt pontosan? Valami utca végén, falu végén 4 lakásba bedobtak molotov koktélokat, fegyverekkel lőtek, valami sörétes fegyver, puska, meg valami nagygolyós puska, van két ember, aki fekete ruhába voltak felöltözve, maszkot viseltek, vagy pedig ilyen kapuszt is valamit, hogy teljesen kivehetetlen állapotban volt, hogy nem tudták megnevezni a személyeket, csak személyleírást tudtak adni. Mi érdeke lenne az ön fiának abban, hogy ilyesmit elkövessen? Semmi. Teljesen semmi. Nem vagyunk haragos viszonyban, szeretnek bennünket a faluban. Semmi. Teljesen semmi. És hova megyünk most és miért? Megyünk. Hova? Pirincsére megyünk. Hát én most ebben az ügyben csak egy sofőr vagyok. Robi jobban tudná erre nyilatkozni. Pirincsén is történt egy hasonló eset, mint a Tarnazobi. Ott viszont meg is sérült valaki. Ott lából lőttek egy középkorú asszonyt. Egy ilyen támadássorozat közepette. Ahol szintén molotov koktéloztak. Lövöldöztek. Tehát nem ez az egyetlen ilyen helyszín, és azt határoztuk el, vagy abban egyeztünk meg, hogy ezt a 9-10 helyszínt felkeressük, és megpróbálunk a végére járni annak, hogy van-e között a 9 településes molotov koktélos, lövöldözős események között bármiféle olyan összefüggés, amit a jelenlegi körülmények között a rendőrség valamiért nem vizsgál. Tehát a rasszista motiváció, mint olyan, egyáltalán nem merül fel nyomozati szálként a rendőrségi munka folyamán. Ezt onnan is tudom, hogy volt alkalmam beszélgetésre a Nemzeti Nyomozóirodának a felelős biztosával, aki elmondta, hogy rasszista motivációban még nem merült fel. Tehát ez a szám még nem merült fel a nyomozati szakaszban, és az, hogy bármiféle szerveződéses tömörület hajtotta volna végre ezeket az eseményeket, tehát ezeket a lövöldözéseket és robbantatásokat, az egyáltalán nem biztos.
ezt nehezményezem én is, személy szerint én is, és Mohács Viktória európai parlamenti képviselő is, és ennek hatására azt gondoltuk, hogy, hogy akkor próbáljunk meg olyan egyértelmű, nem is bizonyítékokat, de tanúvallomásokat a hatóságok elé tárni, amelyek egyértelműen azt bizonyítják, hogy már pedig itt feltehetőleg egy olyan szélső jobboldali szervezet áll, ez minden mögött, ami Magyarországon most már egyre gyakoribb formában megjelenik, mint a gárdisták személyében, mint a golymotorosok, mint a stb. Ez nem konkrétan ezen, nem azt mondom, és nem azt mondjuk, és nem azt próbáljuk bebizonyítani, hogy a gárdisták voltak azok, akik ezeket az eseményeket elkövették, hanem hogy valamiféle összefüggés biztosan van. Lehet arról valamit tudni, hogy ilyen jellegű robbantásos, molotov, koktélos, lövöldözős ügy az elmúlt időben nem cigányok ellen is volt valahol Magyarországon? Hát az elmúlt időben én a legjobb tudomásom szerint, és azt hiszem valamennyire figyelemmel követtem az eseményeket, Tarnabodon volt az egyetlen olyan esemény, amikor nem cigányok ellen történt meg ez a lövöldözés és molotov koktélozás. Hát erre is van valamiféle megoldási java, vagy nem is magyarázatunk. Az összefüggés, hogy kísérletiesen hasonlít a pilicsei ügy a tarnabodi eseményhez. Ott is ugyanilyen hasonló fegyverekkel lőttek, sörítes, ugyanúgy nagygolyós fegyverrel, és ugyanúgy falu végen, utolsó házakba lőttek be, és az időpont is egyezik vasárnapról hétfőre viradóra, és ugyanúgy fekete ruhás elkövetők tették ezt az egész dolgot, tehát ugyanaz az ügyről van szó, itt szerintem nálunk azért is ment az utolsó házakba is, hogy ilyen szegény, elhagyatott lakásokba gondoltán arra, hogy abba cigányok lakhatnak, szerintem azért ment oda a lövés, ők nem gondolták azt, hogy ott ilyen idős, vétlen asszonyok laknak, akik magyar származásúak, és magyarok, nem romák, de viszont a lakásuk az ugyanolyan, meg elhagyatott, szegény, mint a cigányoké. Üdvözlök mindenkit a fedélzeten! Azt hittem hamarabb itt vagytok, de nagy szerencsém volt, mert bejelentkeztek reggel. Istenem, ezek is egy nyomorultak, tudod, hogy ingyen csinálják szerződést. Kapkodtam itt, mint a bolond. Hát ez olyan sokat nem tudunk egyre mesélni, az történt, hogy még a dátumot sem tudom pontosan mikor. Hasonlóan, mint a Tarnabodon, ugye? Igen. Tulajdonképpen úgy értve, hogy hasonlóan, hogy valamikor éjszaka megtámadták a cigánysoron a utolsó házakat, ott is ugye, ami a legvégén van, és molotov koktélt dobdak be, ugye, amit én úgy tudnék mondani, hogy na, kifüstöljük a cigányokat. Bedobták a molotov koktélt, és úgy, hogy a cigányasszony szaladt volna kifelé, azt meg lából lőtték. De most hát körülbelül ennyi történt. Ugyanezt történt egyébként Nagycsécsen, csak ott ketten meghaltak. Bodon a szerencséjük volt, mert ott mentek a golyók mindenfelé, csak... Ja, egyébként Alfred, csak a te fiad vitték el Pestre egyelőre. Tehát még a másik kettő itt van Egerbe. Miért? Nem tudom pontosan ezt se. Miért csak Renátót vitték el, de csak őt vitték el. Úgyhogy hónap megyek a nyomozó ügyészségre, egyrészt megnézem a fölvételt, amit mikor ott leteperték az embereket Tarnabodon. Meg hát meghallgatják a izét a nyomozóügyész, a... Polgármester? Nem, a Pusama Jánost, meg a Szabó Adorjánt. Majd hát a Renátót is csak átjött, akkor nehezebb lesz, mert ő már Pesten van. De őket is viszik majd? Őket is viszik, csak nem tudom miért viszik később. Na most például a Tarnabodon, ugye oda mennek és elfelejtenek házutatást tartani.
miközben állítólag fegyvereket keresnek. Méghozzá ugye azt állítják, hogy a cigányok lőttek magyarokra. Hát most elnézést kérek, vagy ugye molotov koktél dobálnak be lakásokba, és nem nézik meg a kezét, hogy van-e rajta valamilyen benzin származék. Hát ez nem kell kriminalisztikai szakembernek lenni, ez, én szerintem ehhez 8 általános végzettséggel is körülbelül józan ésszel ki lehet találni, nem, hogy mit kéne csinálni ilyenkor. Szándékosan félrenyomoznak. Tessék? Szándékosan félrenyomoznak. Hát szándék, én is így látom, igen, szándékosan félrenyomozzák. Egyébként nem tudom, olvastad, de az újságba bekerült a Heves megyei hírlapba egy nagy cikk. Hallottam róla. Biztos nagyon boldogok, mert hát ott ezeket mind elmondtam. Meg az a feltűnő elemér, hogy mindenhol a helyszínre a rendőrök nagyon későn érkeznek ki. Hát már oda érkeznek ki későn, mert ahova, tudod, ez megint olyan dolog, hogy attól függ, hogy mi az érdekük. Van, ahol ott vannak ők hamarabb, mint ahogy elkövették a cselekményt. Mit remélünk ettől az úttól? Hát nem egy útról lesz itt szó. Mert itt a Victoria ugye azt szeretné, ha jól remélem, hogy így is lesz, ha jól értem a szándékot, hogy tulajdonképpen próbálunk mindenütt olyan dolgokat találni, amik közösek, vagy amik esetleg szerintünk az elkövetők, feltételezett elkövetők nyomára vezethet, vagy legalábbis közelebb vihet egy kicsit hozzá. Tapasztalatokat szerzünk a nyomozásról például, mert én azért miután olyat hallottam Nagy Csécsen, amikor azt mondta, hogy a rendőr, hogy hát csak 2 cigány halt, megmondta ezt mosolyogva. Szóval én ebből azt vontam le, hogy igazából nem szívügyük a cigánytelepeknek a cigánytelepekkel foglalkozás. Ezt már máskor is tapasztaltam egyébként, mikor verekedés van például valahol cigányok között, akkor általában olyan viccesen szokták is mondani, hogy hát majd megvárjuk még néhányat megölnek egymás közül, aztán majd utána kimegyünk, azt kevesebb gondunk van, csak el kell takarítani őket majd. Hegyi nevű európai parlamenti képviselőnek, azt hiszem MSZP is, Hegyi, nem is tudom, mi a kellett, Gyula? Hegyi Gyula. Azt mondtam neki, hogy Magyarországon a rendőrség fasiszta, mondtam ezt a Pusamerügy kapcsán, és ő ezért azt mondta, hogy ez írtatos nagy túlzás ilyet kijelenteni, hogy a magyar rendőrség fasiszta. Na most ez csak azért érdekes, ez a magyar rendőrség téma, mert azt tudom, hogy a szélsőjobb ugyanúgy nincs megelégedve a magyar rendőrséggel, és ugyanúgy fasisztának tartja a szélsőjobb is a magyar rendőrséget, ugye mert nem tetszik nekik az, amikor esetleg van egy akármilyen budaházi vagy toloszkai fél esemény, és akkor oda megy a rendőrség, és mondjuk határozottabban intézkedik. Csak én meg azt mondom, a kettőt nem szabadna összemosni, meg összekeverni. Ma Magyarországon nem a szélsőjobb az, aki szenved a rendőrség túlkapásaitól, meg törvénysértéseitől, hanem szerintem a cigányság. Ha valaki nagyon szenved, akkor az a cigányság, amelyiknek egyébként meg fogalma sincs a jogairól. Nem, tehát nem tud rögtön jogvédőkhöz szaladgálni, mert jogvédő meg elég kevés van, aki ugye a cigányság ügyét úgy gondolom, hogy fölvállalná olyan szinten, hogy valóban érdemben tudna segíteni. Egyszer érdemes lenni csak úgy elmenni mondjuk egy cigánytelepre, ha őszinték, már sok esetben nem őszinték, de csak úgy megkérdezni, hogy az utóbbi egy hónapban milyen rendőri események történtek. És szerintem mindennaposak. Szinte minden nap történik valami, olyan, amit én törvénysértésnek neveznék, vagy inkorrekt rendőri fellépésnek. Képzeljük el a cigányok helyzetét, szerencsétlen cigány kihez forduljon? Ahhoz forduljon éppen, hát pont ahhoz kéne fordulni, ahhoz a rendőrhöz biztonságot kérni tőle, meg egyebeket, segítséget, amelyik pontosan a legnagyobb ellensége. Igen. Hát akkor ki az, aki a cigányokon segít? Nincs. Kész. A kör bezárul. Na most azt akarják, hogy legyen egy cigány kommandó is, vagy legyen egy cigány gárda is, mert lehet, hogy ezt akarják, hogy létrejöjjön előbb-utóbb, mert pedig létre fog jönni. Lehet, hogy ezt nem fekete bátuszoknak fogják hívni, hanem mit tudom én kiknek, de én szerintem előbb-utóbb ez ki fog alakulni, és abból lesz nem ulas, mert akkor viszont ott viszont már keményebb dolgok fognak szerintem történni.
ha a rendőrség tényleg időben nem kap észbe, meg hát nem csak a rendőrség, én szerintem az egész, itt erre tényleg azt mondom, hogy itt az egész társadalom, én szerintem kicsit le van bambulva, el van azzal foglalva, hogy szidja a cigányokat, miközben azt nem veszi észre, hogy valójában itt azért a helyzet ennél sokkal drámaibb és sokkal súlyosabb. Mert itt tényleg előbb-utóbb az lesz, hogy itt kialakul egy fegyveres ellenállás a cigányokon belül is, akik azt fogják mondani, jó, majd megvédjük mi magunkat. Hát ha nem tudtok megvédeni, majd mi megvédjük magunkat. Én szerintem ez a gondolat nagyon sok helyen megjelent a fejekben. Én tudom, mert azért sokszor vagyok olyan társaságból, ahol erről szó esik. És könnyű nekünk azt mondani, hogy jaj, hát ezt nem szabad, mert ez nem törvényes, meg minden. Akkor ugye megint arra azt mondja, hogy miért a gárdának szabad? Szóval nekem azért megdöbbentő az egész téma, mert én azt érzem, mintha visszaestünk volna mondjuk az időben egy olyan 100 évet, nem is tudom. Tehát hogy a Horthy korszaknak a legsötétebb, szóval, hát amikor tényleg ezek a zöld egyenruhás emberek masíroznak az utcán darutollas izékkel, nem tudom, fejfedőkkel, meg masíroznak a gárdisták. A 30-as évek vége. A 30-as évek, szóval, és az ember érzi is ezt, tehát feszültséget érez, és amikor az álszent dolog az is, micsoda elképesztő hajas dolog, mikor azt mondja, hogy mi? Hát mi van békések vagyunk, hát azért, mert mi végigmegyünk egy cigántelepen. Nem szólunk még senki, ez egy rossz szót se. Sőt, a cigányok kiabálnak, mi utánunk, mi ott békésen csak megyünk. Hát igen, igen. Emlékszünk a békés felvonulásukra. Én filmeken láttam, amikor Berlinbe is békésen vonulgattak. Meg most például mondanám, hogy érdekes dolog, volt ez a putri felszámolás, tehát ez a cigánytelep felszámolási program. Gyakorlatilag ennek is vége van. Szép, befulladt, kész, ennyi. Nincs is már rá pénz. Honnan vettek le megint, mikor ugye húzni kellett a ceruzával ugye a költségvetésből? Na megint honnan? Honnan, ahol kisebb az érdekérvényesítési képesség, olyan embereknek a sorsát öntötték el ezzel, akik nem igazán tudnak a parlament elé vonulni, meg kiabálni, meg zászlókkal hadonászni. Ugye egyszer mentek föl, én is ott voltam, nem is régen, még azt is kifogásolták sokan, hogy a Kolompár Orbánék miért szerveznek cigánytüntetést. Én szerintem meg erőteljesebben kéne ezt is. Bedugultunk. Hát ilyen szerencsét, hogy pont magával találkozunk. Ezt magát keressük. Hát odavagtam bátor. Járok 20 cseppet jobban bírom magamnak, nem mondjuk. Most mit csináljuk? Kihallgatták már magát a rendőrök? Hát kihallgatott az autó, még semmi augusztus autó. Ilyen lottó ötösöm legyen. Mikor volt ez augusztusban? 8. Augusztus 8-án. 8-án. Igen. Hajnalban. Ez van magának valami haragosa? Senki. Hát igen. Ki lakik ott? Hát a fiam lakik ott mellettem, lakott. Most van, én erre jöttem lakni. De majd szóljon, hogy hol. Ez itt cigán telep, csókolom. Igen. Majd szóljon, hogy hova megyünk, mert... Oda menjünk most ahonnan, ott ahonnan, akkor legvégére kifele. Nem ott lakik most maga? Nem, mert eljöttem, meghalt egy öreg nei. De azért először menjünk oda, azt nézzük meg azt, jó, ahol történt ez a dolog. Legvégén. Hát nem megmondtam, mind egy és ugyanazok azok az események. Falu végén, utolsó házat. Milyen? Hány lövés volt? Jaj, nem tudom, mert én annyira zavarba voltam, amikor berúgták. Többször is lőttek? Azt a bezlis üvegeket belőtték, bedobták. Azt de azt mind elvitte a rendőr? Elvitte. Nem tessék. Tudom, mert akkor már engem elvitte a kórházba. Combon lőtték magát, vagy hol? Tessék mondani, hogy majd pedig menjek. Is kérek, innen, ja, majd mutassa meg inkább, hogy találjunk meg. Majd ott a legvégén. Teljesen ettület végig volt. Sörétted? Sörétted? Még mindig van benne 6 darab. Ebbe? Vagy ott? Nem, ott még? Arra, igen. Erre cigányok lapnak? Tehát ez... Persze, ez a végig. Hát csak itt van. Csak a cigány. Na, el van ott ez az kis kunyhám. Melyik? Ez. Ez? Tessék, itt a menekülés. Itt ki lakik? Ugyanez. Ez az én fiam. Aha, ővel is tudunk beszélni akkor. Nem, mert oda van dolgozni. Ja, de van itthon valaki, nem? Hát nem tudom. Nem tudja? Akkor maga már nem itt lakik. Hát elmentem mindent, félek. Aha, fél ittenként. Persze, hogy félek. És arra az út, hova vezet ad az út? Az Encsencsre. Encsencs? Gondolom, kiszállunk, nem? Persze. Jaj. Nézzük meg. Be is tudunk menni, ugye? Igen, mert ott sincs. Esik? Ott sincs.
De be kéne, nem nézik. Hát, fa van benne rakott. Menekülési úton ugyanúgy falu vége, igen. Ez legyen, hogy a menekülési útvonal ugyanaz, hogy igen. Szántás. Mert biztos, hogy nem a falu meg. Kezdjük az elején, maga akkor itt lakott? Igen. Ebben a lakásban, a fiával igen. Együtt? Nem. Egyedül? Egyedül a fiam lakik ebben. Fia a szomszédban. Most csak ezt a házat támadták meg? Elejébb esztett, elejébb ide bedobtok a benzinautóba az üvegbe. De maga hogy, mit hallott? Robbanást, vagy mit? De hát ott ültem az ágyon, mert van elnézést kérek, hogy kijöttem nap fejre valamit. Hát még akkor én nem láttam semmit se. Hát olyan tehát intézte a dolgát. Hát olyan perc múlhatott el, amikor bementem, de én vissza már nem feküdtem. Hanem már csavartam kis dohámban egy cigarettát magamnak, aztán én tovább lejutom az ágyra, amelyik én feküdtem. Égezte a villanyt valóban? Ja, egyáltalán van itt villany? Nem volt villany. Nincs is villany, ugye? Nem. Petróleum lámpa, vagy mivel szoktuk különbíteni? Az, hogy gyertyám volt. De hát arra gondoltam, hogy minek jutszom meg, hát mondom, mert most megy ez ideig semmi, mert rég ott itt laktam, ha semmi nem volt. Azt akkor úgy leültem így az ácsra, rágyújtottam, azt majd utána egy olyan jó perc elteltivel. Hallottam én, hogy valamit így onnan lehetett abból a sarokból, mert úgy arcokat nem láttam, hanem úgy így szépen betették az asztalra. Azt akkor, hát azt a benzli üveget. Tehát nem bedobták, hanem... Betették, asztalra betették. Ezen a kis ablakod itt. Igen, mert a szúnyoghálóban ott rajta. De maga bent volt a házban. Persze, ott ültem, ment az ágy. De ők tudták, hogy maga bent van? Hát gondolom, hogy csak tudhatták. Hát a házon nem megy belé élet. Jó, nem tudom, azért kérdezem, hogy egyáltalán tudták-e, hogy itt van. Hát biztos, hogy csak... Hányan voltak? Hát... Na most, hogy mondjam, ez a szomszéd, melyik vannak, ezeknek meghalt, hogy elkozta a véget, oda vannak ők a börtönbe. Ott az egyik kislánya, az kijött az intézetből, azt így, hát magam hopogattam. Hát mondom, most senki nem áll neki egy ércukára szállás, mondom, hát hagy aludjon meg. Hát az aludt bent velem, meg volt egy másik, egy olyan, aki szerencsétlen fiú volt, az is az meg nem tudom, itt rögtön itt a szivacson. Tehát akkor hárman voltak? Hárman, igen. A kislány aludt az egyik ágyon, én a másikon. Az a fiú meg itt aludt a szivacson. Arra lettem figyelmes, hogy valamit bedobtak, nem bedobták, mert dobni nem dobták be, hanem így letették. Azt arra, hogy egyet robbant. Mert én szeretném, hogy benzin volt benne, igen, mert akkor az a nagy benzin. De égett is? Persze, lombogott, mert asztalon a kerékkel minden lombogott. Azt akkor én megnyitottam ezt a rajt. Tehát jött volna itt kifelé? Persze, kiabáltak segítségi, nem jöttem ki. Nem? Hanem a fejlábam, miért kezdtem így rászenni, ide a kis küszökkére, ezt a fejlábamat, az akkor én... De várjam, akkor hogy lehet, hogy pont arról találta azt a lábát? Na érti, hogy miért nem akkor ezt a lábát találta? De ez nem volt kint, ez nem kint. Ja értem, hogy úgy kilépett ezzel a lábával. Ez belőle, ez meg így kivéletett. Tehát kivéletett a lábában, és akkor láttam, hogy a fiamnak is ott ablak alatt, mert oda feldobták el, egy felfogadom az kis tűzfal neki, ott feldobták, gondolom nem az ablakot tartani, még abban a kis mit dobtak fel? Hát azt a benzines. Oda is dobtak? Igen. De magának nem dobták, ezek szerint csak lerakták. De utána még egy volt, azt mondja a fiam, hogy már elvitt engem a mentőkórházba, akkor még egyet látott, csak az már nem dobban szél. Nem robban felelően. De oda is dobtam el. Oda is, igen. Persze, hát az égébe tudtam, már majdnem belekapott a házba. Oda is lőttek? Nem tudom. Nem tudom. Nagyon zavarodottam, hogy nem tudom. Őt gyermek, mert ő kiskor gyermek, kinagocsi. Én magam nem bántam. Tehát itt akkor tényképpen a szerétet. Persze, ez egy innen jötted. Igen. Hát akkor az valóan az út környékéről, nem? Vagy honnan jöttek? Innen jöttek, mivel hogy nem fúródott bele, az de szedtek ki nagyon sok golyókat. De többször lőhettek be. Igen. Többször lőhettek fel, mert ez viszont olyan, ez olyan, mint tehát, hogy másik lenne, tehát mert látom, hogy az iránya is más, mint annak. Már annak irány. Többször lőhettek. Itt lehetne meg a filmusztok. Igen. Hol? Itt? Itten lehetett meg. Itt lehettem ezt. A fiam, itt szerveztében szokták a nyomozatnak, nem tessék, azt mondta, hogy lekaszált itt a füveket, azt akkor megtanáltak. Tehát itt volt az üveg? Igen. És máshova, sörét nyomjunk, csönd máshol. Hát nem. Csak itt lehet ezen a
Ott is fog, csak ott már az ott a filmet csinálni. Tehát ott arra is állít a sörétel. És csak sörétesen lőtek, vagy golyós? Csak sörétesen. Igen. És maga szerint miért csinálták ezt? Fogalmam. Hát de csak kérdezték a rendőrök is, nem? Hát kérdezték, de meg nekem halvány fogalmam se lehet ahhoz. Halvány fogalmam. Most maga biztos hallott már arról, hogy ilyen uzsorás ezért, hát, tézek vannak. Ne, hát engemet megbántanak. Hát nem tudom, hát azt sem tudom, maga tartozik-e valakinek. Nem. Én ha tartozok is így, szokok elhozni egy kis hússitelbe, ha jönnek biztosak, vagy ilyesmit, de én úgy nem. Mindig 27 ezer forintban. Uh-huh. Arra nekem nem adnak. Azok senki csak nem a... látott semmit? Azt, hogy kik lőttek, milyen hát, ruhában voltak? Hát most éjszaka. Most nagy éjszaka volt. Fél egy volt. Voltak ennek. Jó, mindjárt csak azért mondom, hogy menjünk sorra. Igen, igen, hogy hát végig csak, hogy mit képzel. Hát, hát most valaki most csak úgy nagyon azt megtámadja magát. Hát sajnos ez így volt. Volt-e itt olyasmi előtt esetek, hogy itt hallod, hát tudja, hallod maga olyat, hogy gárda? Nem. Nem is hallott, hogy magyar gárda? Nem is látott ilyet? Én nem tudok, hogy... Ilyen egyenruhások? Nem. Fekete ruhában, vagy zöld? Nem, én zöld ruhások, mint katonák? Szóval az életemben nem láttam meg, nem is tudok, hogy... Nem is tudja, hogy létezik. És a szomszédban ott a fia lakik, meg kicsoda? Hát a fiam a családjával. Már úgy, hogy felesége van neki, meg... Persze, 5 kiskorú gyerek. Mennyi? 5 kiskorú gyerek. 5 kiskorú gyerek. Ott is vannak később. Ott van, ez a mennyi. Aha. De senki nem látta, tehát mire kijöttek, addigra már senki nem volt. Kiabáltam a segítségét, nagyon sokáig, mindig meghalották, hát fél egy volt, kér, hát tehet, hogy olyankor legbármát. Gondolom, hogy összeesett, akkor meglőtték a lábát. Nem estem össze. Nem? Nem. Mert én annyira megijedtem, hogy én nem magamat féltettem, én nem bántam, ha én meg is haltam magam, de 5 kiskorú gyerek. Akkor láttam, ott tűz lobogott már felfelé, teljesen felig volt már a tűz. Igen. Ott akkor gyerekeknek, meg úgy itt volt az a nagy franciáknek. Egy meleg is volt, aztán egy ablakon, nem magam féltettem, hanem a gyerekeket. Én nem azért jajgattam, hogy jaj, most én magamat féltem, hanem azért jajgattam, hogy ha betanálták dobni, hogy van gyerekeknek a fejem, mondtam, hogy minek arra volt ablak felett, és mondtam, hogy hát csinálom, hogy inkább mondtam, hogy a gyerekek. És hagyd kérdezem már most tényleg, hogy van-e magának valami ellensége, halakosa? Nincsen senki nekem. Maga özvegy vagy? Persze. Tehát férje nem él rá. Ám, hogy 25 éve, amin egyedül vagyok. Na most, amikor ez megtörtént, akkor végig is hogy került ide tehát kik jöttek ide ki, rendőrök, mentők, hogy hát, ide, hogy volt ez? Menjen meg kicsomagjuk, hát ki tudják. Na jó, először is, hogy kihívtak ki őket? Mi kihívták? Mindkétünk. Mobilon? Igen. Mikor történt? És mennyi? Tehát jön fél egy lehetett, egy óra. Fél egy óra. És mikor jöttek ide ki? Mennyi idő múlva? 10 perc, vagy 5 perc múlva. Honnan? Hány mi szaladgáltunk ki, mikor jövő? Nem, azt kérdem, tehát a rendőrök, vagy a mentők, melyik jött ki hamarabb és mikor? Az egyik mentő volt kijött, az nem kezelt el. Mobilon visszatér? Igen. Mobilon telefon? Akkor vágták le, ugyan azt a kis kicsit, hogy az rágba utaltam. Most akkor az volt egy idősebb bácsi benne, az mondta, hogy igen, azt mondja, sőjönnyi kiskában. Na, azok elvittek. Kocsi zúgást, vagy valamit hallottatok? Semmi, a világon. Kutyát hoztak el a rendőrök? Merre ment a kutya? Merre ment? Határ. Hol? Encsencsfél. Tehát elment át az úton? Mezőre. És meddig ment el a kutya? Egész ma nem végig ment. Már hova végig? Egész az Encsencs, hát milyen út az itt egyébként? Encsencs, igen. Hova vezet? Encsencs. Tudom, de... Ez földes út már. Igen. Földes, igen. Hát földes út. Igen, csak kizárt, mert teljes területig van. Csak eddig van, eddig van műút, és onnan túl egy földes, ahol láttam az útról. Igen. De a kutya csak a föld útig ment? De amikor hallottátok, hogy is a tiszteletetek, gondolom ti is. Akkor már nem láttatok senki semmit. Gondolom féltetek. Igen, hogy színűlőt. Hát kérdezem már meg tényleg, hogy komolyan maguk mit gondolnak erről. És te hallottál arról, hogy van magyar gárda? Akkor most gyerültem, de is kell másnapra. Sorra járják a telepeket. Igen, már azt mondják, kinézik az ilyen kis szegény. Kis, ezt is megtámadták, ezt a lakást is? És honnan maga szerint, vagy hogy? Honnan? Igen.
Honnan? Itt látok, nem most itt az ezért anyom. És innen ott fel oda. Tehát lábnyomot itt találtak? Igen. 42, hogy mennyi, amit tudom én. És milyen lábnyom volt? Honnapot? Ha ilyen bakancs, vagy milyen bakancs. Hallod, Robi? Itt lábnyomot is találtak, azt mondják, ilyen bakancs. Bakancsom volt itt. Tudod, amikor volt, igaz? Mennyi is volt a nyár, ez a lábnyoma? 43. Hát ez... Hány lábnyom volt? Egy? Kettő. Tehát úgy értem, hogy két különböző fajta volt. Igen. Ha még azt idét is ilyen hozta a kolkötyevűt. A sőt? Ilyen kolkötyevűt volt a kezén. Kinek? Hát, amelyik itt volt. Hát honnan tudjuk, hogy karkötő volt a kezén? Nem karkötő, az az a... Szalag. Karszalag. Az. Igen, ilyen üze. Mize. Ha ilyen fiatalok szokták azt hódolni. Nem, azt mondja, hogy találtak egy kar, elhagyták a kar. Elhagyták. Szóval ebből ők elvitték? Persze elvitték. Hát most várjon már, hogy sörétes előttek vagy... Sörétes, igen. De golyós puska nem volt? Látom, golyós nem volt? Nem. Volt itt, akkor magára nem látom. Hát, oda lőttek bele. Hát egyre fegyver is. Most látok, hogy vele lőttek ide? Persze. Hát hova tűntek önök? Egy sem menthet, ez arra felé ment. Hát értem, hát világos, de hogy nem látták, hogy csak szaladnak. Nem, látjuk valóra. Amikor időgyöztek, ilyenkor kimert az. Nem az, hát jó van, utána mondom, tehát akkor meg már. Hát már minden egyéb kértek, már sem. De most a rendőrség mennyi alatt kért ki? Nem is akart ki szélni rendőr. Nem akart ki jönni? Hányszor? Kétszer. Azt mondja, igazán ki kell menni. Hát mondja az ember, mondja, hát persze ki kell menni, édesanyám meg, hogy... Nem jön marad. Hány megyük tettek arra a házba? Hát, arra sokat vittek. Tessék, majd Leesett ide a földre? Igen, ez ott égett. Tehát itt égett a földön? Itt. Csak akkor itt tulajdonképpen akkor meg is füstölt itt. Persze, hát itt a füstölt végig, pedig a tűzfalig. Akkor is ég lenne, hát kifolyik a benzin, ég, jó, de akkor és rángot kap minden, minden, akkor az ég föl. De leesett ezek szerint a... Leesett, igen, akkor... Hát most akkor ki tudja, hogy most mit akartak, lehet, hogy be akarta dobni, csak ugye... Csak nem sikerült. És akkor hol voltak a sörét nyomok? A gyerekek itt vagy. Akkor ez a... Tehát itt az ablak mellett... Gyerekeknek itt volt mindnek a sorba fejlődik. Tehát onnan nem... Gyerekeknek mindnek itt volt hívesznek így sorba. Aztán meg is lakatok volna, hogy kitalakok. Tényleg itt a nagy csincsivel kapcsolatban teljesen ugyanaz. Ez az öt gyerek itt aludt ezen az ágyon? Igen, ezen az ágyon. Nem ezen volt egy másik. Itt volt a kis fejed. Csak egy hasonló ágy volt. Ez végig így. Lehet, hogy akarták, és nem értéltek. Azt akkor úgy feldobták, azt akkor úgy leesett, azt akkor itt égett, itt. És az a ház hogy nézett ki előtte? Nagyon le volt romulva, vagy? Igen. Tehát mi előtt az a támadás? Úgy értem, tehát amikor ide jöttek, akkor csúnyán volt ennél? Nem. Hát hogy nézett ki? Ilyen volt, nem? Tehát ilyen szépen meg volt csinálva, festve volt, hát nem lehetett ilyen, mert azt azóta festették. Ha már az már, hogy benne vagyunk, meg volt csinálva kétszer. Első, mert ezt csináltunk, akkor, amikor történt a baj, akkor utána megint ezt csináltunk. Nem volt? Erre már nem jöttek el. Tehát nem volt nekik érkezetik, mert nem szaladtatok ki a házból. Lett volna itt, ha kiszaladtatok a házból. Nem jöttetek ki, vagy mert féltetek, gondolom azért. Hát, mint aggódtunk, becsapott a házba a világ. Most fél egykor biztos mind alszik, én szerintem. Aha. Akkor itt haza az ember, már ott is kért hagyni a csirkegyárt.
Éjfélkor itt haza, nézte egy cseppet, a tévét kikapcsolta, éppen elhúztunk, már hallottunk, csak üldözte. Mondja, jaj, mondja, becsapott a villám a házba. Volnak a tűte, de négyet tűte. Négyet? Négy lövés volt? Most erre a házra lőttek négyet, vagy összesen? Tehát úgy összesen mondom, a két házra, tehát... Hallottad a lövéseket? Igen. És közben beszéltek ezek az emberek? Hallottál hangot? Bármit is. Sugdolóztak egy kicsit. Sugdolóztak, de úgy hangot nem hallottak? Nem annyira hallottak. Csak biztos megbeszélték. De akkor látta őket, az alapokat? Honnan tudja, hogy... Hát itt sötét van, nincs áram. Gondolom nem látható, csak esetleg alakot, ha látta, akkor alakokat látták. Láttál alakokat, emberi alakokat? Amikor kiszaladtatok, már senki sehol nem volt. Akkor már lövöldözés is el... Nem is itt alakot el... Nem ehhez szaladgáltunk, jelte a autója, hanem itt ilyen körbe mentettek. Tehát maga látott két ember. Ki ment körbe? Mi? Ki körbe ment? Itt kijöttetek, ott kijöttetek, és arra mentetek el. Sötétben is azért van valami. Nem tudom. Magosak voltak? Hát azt mondod, láttál, amikor jelentették neked a ízeit. Annyira meg voltam rémülve, amikor van szétfukott az üveg is bent, a lábam is van elbukott. De magának valami... Világos színű ruhában volt? Nem tudom. Sötét? Nem tudom. Én onnan meg még sötét ebbe autókottan arra. De akkor, amikor kilépett és kitette a lábát az ajtón, akkor kapott, akkor lőtték meg a lábát. Igen, amikor ezt kitettem így a között, de az csak tudja, hogy honnan jött a lő. Akkor éliztem, hogy nagyot valami csattam. Sörétet. Tudtam, és utána mit csinált? Megkapta a lövést, hát kiabált egy csak nagyot. Kimentem, csak mentem. Hova? Ide át? Már akkor én ide kimentem az útra, kifelé kiabáltam a többieknek. Kiabáltam a anyámnak, hogy mondom, a gyerekeknek nincs valami baj. És akkor nem hallotta, hogy a bokor mozog, semmit, vagy hogy mennek valamerre? Semmit. A világon semmit. A nagy lump is volt itt, hogy akkor még a fákkal levelek. És ti, amikor kiabált... Ő neked a anyósod. Tehát amikor anyósod kiabált, akkor ti már fönt voltatok. Már jóval fönt voltatok, itt meg már éget nőttem. És hogy kérdezem már meg ezt tulajdonképpen, hogy akkor maga ruhában volt? Hát volt az. Már úgy, hogy a sörét, az, a ruhát is meg... Vagy csak... Egy ilyen kis köpeny volt. És az ami van? Az hol van az a köpeny? Hát terülgettem a tisztelőre. Nem vitték le rendőrök? Itt a kórházba bementünk, abban a kórházba, de aztán megöltöttem, nem akarom. Jó, értem, de a rendőrök nem kérték el a... Hát, hogy abban vitték el a mentőt. Eddig sem mert bejönni, hogy hozzanak kiránduhát. Tehát az biztos, hogy sörétesen lőttek, mert sörétet szedtek ki. Lábából a sörétet. Nem arról van szó, de hát ebben van, hát az egy akkor is dolgoz. 6 darabban még bennet. Hát még mindig itt van. Ki? Még van benne, és nem ütötték még ki? 6 darab van még benne. Azt maguk szerint most ebben egyáltalán ebben az egészben, tehát mert őtől már kérdeztem, tehát biztosan nem volt olyan, hogy uzsorakamat vagy ilyesmi. De van itt a faluban uzsorás? Ez a hír az országban. Van a faluban uzsorás? Hát vannak, de minket az nem eljön. Biztos. De. Mindjárt vannak már az országban. Hogy nincsen már, az egész világban, az egész ország abban van a kell. Akkor erről szó sem lehet, hogy valakinek van tartoztak, és valahogy nem adták meg a pénzt, és azért jöttek a lakásra. Itt olyat nem csinálnak. Rendőrök meghallgatták magát is. Kérdeztek ilyesmit, hogy uzsorások rá? Persze, kérdeztek én, hogy Kaurát bevenn voltak az a újságírók. Ami létezett a világon mindenki. Az a horvát aladár, az a másik, mi sokan voltak bent hozzám. De volt ilyen, nem tudom, hallottatok-e, hogy valaki azért csinál valamit, mert tudom. Régen a faluban volt az, hogy például volt egy település, ahol azért, feltehetőleg azért mentek le, mert régen elütött egy cigány gyerek, jogosítvány nélkül használta az autót, és ment, és elütött egy magyar lány. És ezért megbosszulva, de ez régen volt. Itt nincs, nem volt ilyen híres, hírhes, magyarok, romák egymásnak mentek. Cigányok a magyarokat megverték, vagy netán volt egy ilyen emberölés. Bálba se szokott semmi lenni. Milyen itt a kapcsolat a cigányokkal, ugye nem cigányokkal? Hát itt nincsen olyan, hogy cigányok elkezdjenek, vagy beszélni. Mennyi tényleg, mennyi a cigányoknak a száma? Körülbelül úgy a faluban. Nem tudom. Fele cigány van itt ebbe a faluban? Van. Korábban volt-e valami hasonló eset Bágyatól is? Soha. Egyedül magamban laktam itt máma 15 évig. Egyedül. Még akkor a fiamnak szólt ez a ház, még egyetlen egyes. Egyedül magamban éltem itten.
úgy magamba keltem, magamba feküdtem, és soha nem volt ilyen. Úgyhogy én erre még álmodni sem. Nem szeretek. Álmodni sem. Ez nekem mindig eszembe jött, hogy ilyen. Ugye mit értem áttal. És melyik, milyen rendőrség? Honnan? Nyíregyházi? Nyíregyházi. Pestről is voltak. Pestről is jöttek? Uh-huh. Jöttek Pestiek is. Meg van egy üveg, ami nem robbant föl. Igen. Azon is lehet mintákat venni. Azt elvitték. És mit mondtak, hogy mikor fognak, vagy miben fogják önöket értesíteni, vagy nem, vagy szólnak, hogyha előre mentek? Az autó se jönnek, az autó se jön senki felénk se. Nem. Utána voltak kint, utána is mentek encsencsel, megnézett hát a puskát. Sokan mondják, miért nem megyünk én? Na hát most félmennyek, szegények, meg legjobban én. Én féltem őket. Én féltem őket. És hogy hogy bántak magukkal egyébként, hogy tisztességesen? Cigányok vagyunk, vagy? Aztán hagyj vigyenek be, hogy akarnak. Fejbe, szóval. Mi akartunk ide be, nem egyet mondták, nem egyet. Na jó, hát helyszín szemle volt az érthető, csak hogy viselkedtek magukkal a felhet. Hát csak kihallgatták és aztán. Nem tettek meg kérdéseket? Arra nem hívtad fel a figyelmüket, hogy meg maguk a pénzje? Biztos? Pénz! Pénz! Nem mondtak semmit. Én kértünk pénz. Kit ők kértél? Mondtuk a polgármestert. Egyébként Feri, van ilyen, hogy áldozat segítő program. Tehát az azt jelenti, hogy a rendőrnek kötelessége fölhívni a figyelmet, a sértetnek, hogy ezért pénzt kap az államtól. Igen, nem a polgármester fizeti, az állami pénzből megy. Onnan tudom, már velem is megtörtént egy ilyen, egy lakásom kigyulladt és rögtön. Azért mondom, kaptam is érte pénzt. Azért mondom, hogy nekik még erre se szóltak szerencsétlenek, hogy valamennyi pénzt adtak volna. Mai napig sem, meg egy... Na majd ebben próbálunk hát is segíteni, mert az így elég. Egy kiló kenyér, tessék elhívni. Igen. Mikor ettél, mikor nem, mert szegény öt gyerek, heted magában, aki családi segédnél. Mert ugye a fiamnak ott kellett, hogy mi hívászokba járt, a csípőgyárba dolgozni. Úgy ott kellett, hogy mert csak féltettem már ugye a családját. Meg ugye én is itt tartom velek, mert én örökben féltem már úgy lenni. Ott akkor szegények, hát amit felzett, úgy juttatod vele. Most úrjött, mi van az ő? És hogy mit mondjak neked? Te mad vadászok, nem haigálnak mulatokkal kérd. Meg itt, ami nagyon fontos, amit ő mond, hogy oda viszont meg szakembernek kellene, amit ő nála csináltak. Mert az, hogy egy felszakítani, mert akkor azt láthatták is, hogy egy maga kiment vécére, hát, gondolom én. Már mivel előtte volt ez, hogy kiment? Hát ilyen egy perccel telt ilyen. És akkor ő nála, mert felszakították a szúnyoghálót, igen. Menjünk át oda, felszakítani, és az ablakon betették az asztalra. Tehát oda meg azért bátorság kell, mert merség is elkapja valaki a kezdet oda benne. Vagy helyismeret, hogy tudja, hogy itt a Magdira. Nem tud mit csinálni. Nem, ők szerintem, már ők láthatták, hogy tudomásuk volt vele, és én szerintem a polgármester hivatal mindenhol van meg. Férje? Hol van ilyenkor? Most elment a fodrász. Fodrászhoz meg? Igen. Itt a faluban? Nem, Pésem van. Igen? Oda jár fodrászhoz? Sokat beszélnek erről azóta? Itt a családban? Persze. Még éjtek is félünk bent lenni, de most csak beszélni. Nem mertünk senkinek a nyakára. És nem a ma elköltözött az anyósa? Elköltözött. Most már... Mondta híven minket, hogy ennyi most ennyi gyerek, vagy hova menjünk? Öt gyerek van. Önök is azt gondolják, hogy a bőrszínük miért történt ez a dolog? Biztos azok voltak, ha most ki tudja. Mire gondolnak? Nézzünk a tévét, és ott is hámfalóban csinálják az ilyeneket. Csak azok voltak.
kinézik az ilyen kis házakat. Gyerekek most hol vannak? Az oldalában, nem az iskolában. Gyerekek is félnek, vagy ők nem tudják még, hogy ez micsoda? Ők még nem tudják. Amikor volt ez a baj is, akkor már mind fenn volt. Ki akartak ők szolgálni, csak nem engedtem őket. Megijedtek. Agyonlőtték azt az 5 éves kisfiút és édesapját, akinek holttestét egy lakástűznél találták meg hétfőre Víradóra. Ez a tatár Szentgyörgyi kettős gyilkosság ügyében gyanúsított, hogy előre nincs. Papp Péter, a Pest megyei rendőrség bűnügyi vezetője a bontszeres után megerősítette. Holttestet jelölt sérüléseket találtak a az orvos szakértők. Természetesen a nyomozást kezdték, a gyanúsítottak még nincsenek, ez az ügy a közigazgatási eljárás keretében indult, és miután a halottvizsgálat során megalapítás nyert, hogy erőszakos halálról van szó, idegenkezésségről van szó, illetve az kezdve természetesen a nyomozás ellenőrzésére került sor. A Pest megyei település Szigány során álló házra véletlenül Molotov koktél dobtak. A Nemzeti Nyomozóirat a szóvívője Balta László ezt továbbra sem tudta megerősíteni, azt mondta, még várják a szakértői jelentést. A támadásban a család másik két gyermeke is megsérült, őket az édesanyával együtt kórházba vitték. Tatár Szentgyörgyön az éjjel vírasztással emlékeztek az áldozatokra. Tegnap a helyszínen járt Kovács Anna tudósítónk, akinek a meggyilkolt kisfiú nagymamája beszélt a tragédia perceiről. Évkör után fölkeltem, örököltem kutyáromba, hogy égrövéssel jött, hallottam. Utána fölkeltettem a férjemet, kiszaladtunk, akkor láttam, hogy a fiam nekiég a házban, menjem után a vásorokán, és akkor kimentünk, kerestem a fiamat, meg az anyukámat, mert az nem volt kint. Menjem annyira, nem tudott már gondolkozni, nem tudta, hogy hol vannak. Be akartunk menni a házba, hogy hátra benn vannak. Nem volt ott bent, hanem a háztól vagy 5 méterre, ott fekete kint a hol. Károly Ernő kisebbségi ombudsman ma szót kért a parlamentben, az államfő pedig tájékoztatás vár a rendészeti minisztertől, az országos rendőrfőkapitánytól és a legfőbb ügyészségtől az elmúlt időszak bűncselekményeiről. Sólyom László holnap a hivatalában fogadja a minisztérium, a rendőrség és az ügyészség vezetői. 2009. február 23-án reggel 8-9 óra környékén kaptam telefont a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök helyettesétől, azzal az információval, hogy az éjszaka folyamán meggyilkoltak egy 27 éves apát és 5 éves kisfiát. Akkor még nem tudtam, hogy mi készül a nyomozói hatóságok részéről. Nem csak a nyomozói hatóság, hanem más hatóságok is félrevezették az ottani embereket, a sértetteket, a közvéleményt, és mindenkit, a jogvédőket, a politikusokat, mindenkit félrevezettek azzal a megállapítással, mely szerint a gyilkosság az nem is gyilkosság volt valójában, hanem egy illegális áramhasználat miatt bekövetkezett robbanás. Most ezt a sajtó híreket, illetve ezt a sajtóanyagot a rendőrség még aznap hajnalban kiadta, közzétette. Menet közben, miközben én utaztam le Tatár Szentgyörgyre, az innen Budapesttől körülbelül 50-60 kilométerre van, úgyhogy ez alatt a kevesebb mint egy óra alatt fölhívtam olyan rendőrségi vezetőket, a nyomozásban segítkező Kovács Lajos tanácsost. Arra kértem meg, hogy keressen egy olyan szemét a nyomozók között, akik el tudják nekem mondani körülbelül 1-2 percben, hogy mi is történt valójában. És ő értesített, ő visszahívott engem 2-3 perc elteltével, és közölte, hogy ez nem az, aminek én hiszem. Nem egy olyan gyűlöletbűncselekményről van szó, ami a korábbi események folyamán bebizonyosodott, hanem ez egy illegális áramhasználat. És még arra kért engem Kovács Lajos, hogy forduljak vissza, mielőtt még odaérek a helyszínre. Mire ugye kételkedtem a szavaiban, sokkal jobban hittem az elnök helyettes szavának, aki ugye ott volt a helyszínen, nem azért, az egyik cigány önkormányzati képviselő, a másik pedig a rendőrséget képviseli, egyáltalán nem ezért, hanem csak csupán az a száraz tény, hogy Horváth Lídia a helyszínen tartózkodott, ez a rendőr pedig Budapesten tartózkodott. Nyilván azonnal fölhívtam Horváth Lídiát, hogy látta a holttesteket, aki megerősítette még egyszer, hogy gyilkosság történt. Ekkor én újra fölhívtam a Kovács Lajost, hogy tekintse meg, hogyha módjában és jogában áll, tekintse meg a holttesteket.
és amikor én már a helyszínre érkeztem, legalább egy-két óra elteltével föl is hívott Kovács úr, és közölte, hogy igazunk van. És ott nem egy illegális áramhasználat miatt következhetett be a robbanás, ezek pedig azok a nyomok, azok a sérülések, amelyek a halált okozták, azok nem 200-as szögektől származnak, ugyanis az orvos szakértői vélemény is a balesetnek adott hangot, és a tűzoltóság is a balesetnek adott hangot. A tűzoltóság is leírta, hogy illegális áramhasználat miatt következett be a robbanás, és ezért volt a tűz. Az orvos pedig a gerendákból kinyúló 200-as szögeket okolta a kisgyermek és az apa haláláért. Én amikor megérkeztem, akkor rögtön, ahogy kiszálltam az autóból, az körülbelül 3-4 méterre volt az áldozatoknak a házától, ahol a rendőrség még nem feszítette ki azt a szalagot, amivel jelzi, hogy oda tilos illetéktelen személyeknek arra a területre belépni. Ugyanis frissen esett a hó, és a nyomok ugye egykor történt a gyilkosság, és reggel 9-kor, 10 órakor még nem voltak ezek a jelek oda kirakva. Tehát egyből lehetett következtetni, hogy vagy már lezárult a nyomozás, a helyszínelés, vagy még el se kezdték, de nyilván akkor abban az állapotban én nem voltam tudatában annak, hogy itt éppen egy félrenyomozás folyik. Úgyhogy ahogy én odaléptem, egyből egy rendőr odalépett hozzám, akit a mai napig nem ismernék meg, annyira hirtelen történt minden, és közölte velem, jelentette, hogy itt, amit az imént mondtam, ez a baleseti variáció történt, amelyben elhalálozott a 27 éves apa és az 5 éves kisfia. Erre a szóra, hogy ő befejezte a jelentést, a jobb oldalamon megszólalt egy asszony, aki sírva egy Tesco-s szatyorból vette elő a véres ruházatát az unokájának, illetve később derült ki, hogy az unokája ruházata volt, meg a saját fiának a ruházatát, amelyek át voltak lyukgatva. Tehát látszott, nem kellett szakértőnek lenni ahhoz, hogy az ember megállapítsa, hogy ezek lőtt nyomok, és nem pedig valaki szétcibálta őket. És sírva mondta a rendőrnek, hogy na most itt a mi cigány képviselőnk előtt elfogadja a bizonyítékokat, hogyha most már itt van egy olyan ember, aki előtt megtagadni a bizonyítékok átvételét, az már súlyos következményekkel járhat. Nem ezeket a szavakat használta nyilván az az egyszerű asszony, hanem csak sírva mondta, hogy na most mások előtt is ugyanúgy viselkedik-e, és nem veszi át a bizonyítékokat. Erre a rendőr tegező módba rákiabált erre az asszonyra, hogy hol dugdosta a gyilkossági bizonyítékokat eddig. És közben körülbelül 40-50 férfi, roma férfi, később vettem észre, amikor megfordultam, hogy nézzek szét, hogy akkor most ki is van a helyszínen, ki hallotta, mi fog történni ezután a mondat után. És akkor láttam kb. 40-50 férfit, cigány férfit, akiknek majdnem minden második embernek a kezébe volt egy-egy bizonyíték. A vadász fegyvernek a sörétei, a lövedékek, amelyek ezekből a sörétekből származnak, illetve egy-két olyan dolog, ami a nyomozást elősegítette volna, illetve hogyha ezeket a bizonyítékokat nem maguk azok az ott sétáló emberek, rokonok, hozzátartozók gyűjtötték volna össze, hanem maguk a rendőrök, akkor nyilván talán a későbbi gyilkosságok azok elkerülhetőek lettek volna, és talán megmentettek volna ezek az ügyes rendőrök még pár ember életet, amik még utána kioltottak a sorozatgyilkosságban, a támadás, neonáci támadás sorozatban. Nyilván, ahogy én közben megkaptam a telefont Kovács Lajos ezredes úrtól, és bebizonyosodott, hogy gyilkosság történt, ez majd csak utána történt, de én akkor elkiabáltam magam, hogy itt senki ne álljon szóba az itteni rendőrökkel, a bizonyítékokat se adja át az édesanyja, illetve a nagymama a rendőröknek, hanem felhívom az országos rendőrfőkapitányt, vagy valakit, aki tud érdemben dönteni ebben a helyzetben, hiszen az a rendőr, az a tűzoltó és az az orvos szakértő, akik tévesen állapították meg, teljesen furcsa mód, mind a hárman egyforma hibát vétve, azok nyilván nem jogosultak az ügy továbbviteléhez. Úgyhogy értesítettük a Nemzeti Nyomozóirodát, értesítettem az országos rendőrfőkapitányt, majd értesítettem pár újságírót is, hogy azonnal a helyszínen nyomon lehessen követni az eseményeket, és ne tudják a további fejleményeket eltitkolni az illetékes hatóságok.
Én akkor, amikor oda megérkeztem, az a körülbelül 50 ember, akik látták a holttesteket, akik láttak bármilyen olyan dolgot, ami információul szolgálhatott volna a nyomozáshoz, őket megkértem, hogy maradjanak egy helyen, és mondják el, hogy mi történt. Nyilvánvaló, hogy a legközelebbi hozzátartozókkal kezdtük, a többiek kint álltak az udvaron, és engem pedig behívott az asszony a házukba, ahol sírva kezdték el mesélni a történteket egészen onnan, attól a pillanattól kezdve, ahogy észlelték a lövéseket, egészen addig a pillanatig, ahogy én meg nem érkeztem. Beszámoltak arról is, hogy ezek a rendőrök azokat a lábnyomokat és azokat a nyomokat, amelyek tovább vitték volna a gyilkosság nyomozását, egyszerűen rávizeltek. Vagy egy rendőr vizelt egy nyomra, de többes számba, passzív szerkezettel használva mesélték el ezeket a történteket. De hát nem csak ezt, hanem azt is, hogy például, hogy ugye több mint egy órán keresztül nem érkezett meg a mentő a helyszínre, pedig 5-6 kilométerre van a mentőállomás a helyszíntől, tehát elvileg 5-6 perc alatt meg lehetett volna tenni ezt a távot, több mint egy órával a lövések után érkezett meg a mentő, és akkor még életben volt az áldozat, az unoka már nem, mert hogy nem akarom mutatni a saját fejemen, ilyen szempontból babonás vagyok, de azt mondták a szemtanúk, hogy úgy ki volt nyilvánnak a gyereknek a feje a lövésektől, mint a tubarózsa. Tehát, hogy az a helyszínen, az a gyerek helyszínen meghalt. Az édesapja pedig még életben volt, körülbelül olyan 5 méterre a háztól találták meg, mert rögtön ez ugye az utolsó ház, utána már az erdő következik. Félmeztelenül csak egy milyen alsó nadrágszerű rövid nadrágban találták meg, nyilván az éjszaka közepén, éppen a két gyerekét a hóna alá kapva szaladt kifelé az égő házból. Ugye éppen akkor el tudom képzelni, hogy el sem tudta képzelni, hogy milyen támadásban van része éppen. De amikor megtalálta az édesanyja, illetve az édesapja és a bátyja ezt a sérültet a hóban, még lélegzett, ugyan a lövések nem engedték neki, hogy beszéljen, nem is tudott beszélni. Valamit dadogott, de azt nem értették pontosan, hogy mit, és a vérzését próbált elállítani az édesanyja, illetve a testvérei. És amikor megérkeztek az orvosok, a mentősök, akkor feltűnt az édesanyának, hogy őt nem engedik be az autóba, és az is feltűnt, hogy egy egyszerű betegszállító volt, amivel nem lehetett életet menteni, pedig a telefonban elmondták, hogy mi történt a helyszínen, és az is feltűnt, hogy nem próbálták elvinni őt, hanem körülbelül egy 5 perces valami után, nem tudja az édesanyja, hogy mi történhetett a mentőbe, de míg több mint egy órán keresztül a lövés után életben volt ez a fiatalember, úgy abban az 5 percben elhalálzott a mentőben. Tehát a mentőben érte a halál, hogy hogyan pontosan, nyilván erről van 100 millió anekdota a helyszínen, hogy, vagyis illetve találgatások, hogy vajon hogyan is halhatott meg pont abban az 5 percben ez a fiatal fiú. Minden esetre ezek az úgynevezett félrenyomozások, ezek okot adtak a családnak arra, hogy azt gondolják, hogy maguk ezek a hivatali emberek, illetve ezeknek a rendőrségnek, a tűzoltónak és a mentősöknek a képviselői tudnak olyan dolgokról, amikről esetleg a hozzátartozók nem tudnak. És pontosan ezért, az ő állításaik szerint pontosan ezért adták ki tévesen hírül az incidenst, és eltitkolva azt, hogy ott gyilkosság történt, és nem pedig baleset. Húsan elhunyt fiatalember életben maradt két kiskorú gyermeke és felesége megsegítésére adományokat gyűjt. Kérjük, amennyiben módja van rá, ön is járuljon hozzá a család leégett házának rendbehozatalához. Bankszámlaszám 116, 4 darab 06-os, kötőjel, 8 darab 0, kötőjel, 27, 42, 98, 71-es. Az első olyan helyszín, ami nagy sajtónyilvánosságot kapott. Előtte is vonulgatott már a gárda, csak úgy a roma vezetők, vagy azok az emberek, akik ezekkel az ügyekkel foglalkoznak intenzívebben, úgy nagyjából Fadda az első molotovos helyszín, azzal kezdjük általában az összesítést, és a gárdás felvonulás az meg Tatár-Szentgyörgyige. Azt szokták csinálni ezek a polgármesterek, ugye már 10 ilyen helyen voltam, ahol
molotov, meg fegyveres, vagy csak egyik, vagy csak másik, vagy mindkettő szerepel. Ugye most már 6 halálos áldozata van ennek az egésznek. Hogy a polgármesterek ugye általában azt szokták csinálni, hogy vannak ezek ugye egyre nagyobb a szegénység. Köztudottan a cigányok az elsők, akiknek nincsen munkahelyük. Jött a hideg, keresett gaja minden nélkül, legalább ne fagyjunk meg, gyűjtik a fát az erdőből, a falukba, és ez egyre gyakoribbá vált. Sokan féltik a tyúkjaikat, nyáron, tavasszal az éppen megérett terményt, hogy ezek miatt ugye a náci körökhöz tartozó emberek kitalálták, hogy ez jelenti a cigánybűnözést. És hát a szegény polgármesterek a szabálysértést, mivel nem tudnak mit kezdeni az önkormányzatok ezekkel a szabálysértési lopásokkal, utólag a értesülésem szerint valami, hogy is van, hogy 20.000 forint alatti értékben, ha lop, akkor az önkormányzat jegyzőjének hatásköre a bírságolás, vagy közmunka, vagy nem tudom, mit szoktak ilyenkor. És mivel ezek a lopások elszaporodtak, az önkormányzatok nem tudják ezeket a lopásokat kezelni, és amikor átpasszolnák a rendőrségnek, akkor a rendőrség azt mondja, hogy nem az én hatásköröm a jogszabály szerint. Szóval? Nem. Szóval, hogy ezek a lopások ugye egyre gyakoribbá váltak. Én nem tudom megítélni, hogy ez igaz vagy nem igaz. El tudom képzelni, hogy vannak ilyen szituációk. Most a gárda ugye megalakul 2 évvel ezelőtt, és magukra vállalták, hogy akkor ők most ezeket a cigány bűnözőket, akiket ők kitaláltak, hogy ez a cigány bűnözés, és ezek a cigány bűnözők, ők majd megtanítják kesztyűbe dudálni. Úgyhogy a szándékos félelemkeltés, az olyan mindennapos nyílt kommunikáció az interneten, hogyha az ember fölmegy ezekre a honlapokra, látja egyből, annyira nyilvánvaló, hogy az a céljuk, hogy megfélemlítsék az ő általuk bűnözőknek ítélt, csak és kizárólag cigány közösség tagjait. Azt mondta, hogy ő nem is kívánja, hogy megköszönjük, csak hogy
engem kért, megmondta, hogy bennem megbízik, hogy ő nem akarja bankszámlaszámra befizetni, meg ilyenek, hogy gyorsabban, minél hamarabb lejusson, és egy 2 óra hosszával, ahogy felhívtalak, akkor szólt nekem, az utcán átvettem tőle a pénzt, azt se tudom, hogy kicsoda. Akkor láttam ott először, épp hogy tudom a telefonszámát. Köszönjük szépen, mondja, hogy haladag meg a nekem is komoly megköszönni, hogy ez a telefonpörsztő is. Ő mondta, hogy direkt, hogy ne esetben, mert hogy ő érezné magát rosszul, most hogy mondjon arra köszönöm, és ő mondja, hogy szívesen. Ez egy olyan kellemetlen helyzet, ő csak segíteni akar, de nem várt köszönetet. Nem tudok, hogy tudom, hogy jelent, hogy hát fajgyűlölet van. Igen. Mert arra nem tehetünk, hogy mi cigánnak születtünk. Épp úgy, hogy hát olyan se tehet róla, aki magyarnak született. Hogy létezik az, hogy az Magyarországon ennyire elfajult gyilkosság? Ez már nagy, tűrhetetlen, ami itt leforog Magyarországon, és nincs tettek. Mit csinálnak? Semmit. Semmit. Lépéseket tesznek? Nem tesznek. Nem tesznek semmi lépéseket a lánynak. Vagyok nagymamája. 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 Hogy létezik az? Hogy abszolút nem tudnak gyanúsítottak mutatni. Mit csinál a kormány? Meg a rendőrség, mit csinálnak a nyomozók? Hol vannak ilyen a nyomozók? Miért? Kit ártatlan 2 gyerek, kit bántott? Megölték. Menekült szegény ki. Hogy hát ne fulladjanak meg, és a 2 ártatlant megölték, meg Gisány is a kórházban van. Hogy létezik az Magyarországon? Ennyire elfolyult a nép? Arról nem tehetünk, cigányok vagyunk. De viszont magyarok se tehet róla, hogy hát magyarnak született. Még se tehetünk róla, hogy cigányok vagyunk. Sajnos szégyellem magam a magyarok nevében. Én nem cigány vagyok, de szégyellem magam. Helyettük. Én csak 2 embert ismerek, jót és rosszat. A cím nem számít, a származás nem számít. Ez lámpolító, akárki követ el a Jóisten. Ne engedje meghalni, csak kínok között. Ezt kívánom nekik, a magyar kormány meg azt, hogy álljon a talpára, és védjem az ilyen ártatlanokat, akik ártatlanok és szenvednek. Csak ez a kérés. Milyen volt a kis unokája? A dél unokája? Hát, nagyon szép gyerek volt. Aranyos volt nagyon. Sajnos, hogy elment. Ezt a sok embert itt elnézve, akik mind részvétel kormányoknak áldozott gyerek véli. Igen. Úgyhogy nagyon megérdemelni a büntetést, aki ezzel követte. Nagyon, nagyon a szenvedést, amit okozott annak az anyának, akinek a kezdbe adták a halott gyerek. Nagyon. 4 éves gyerekem, mit tudnak gyűlölni?
egy 6 éves kislány. Kórházban milyen állapotban van a másik kisgyerek? Folyamatosan kap az infúziót. A másik kórházban járnak át hozzá kezelésre. És altatják is, vagy? Nem. Miről beszélgettek? Tudtak beszélgetni egymással? Nem akarok volna erről beszélni. Fagyvirul itt van Magyarországon. Azért. Megengednek ilyeneket, az a baj. Azért. Nincs megfelelő büntetés. És sok tettek után nincs tettes. Hogy létezik az? Hol vannak a nyomozók? Mit csinálnak a nyomozók? Nincsen tettes? Hogy létezik ez? Gyilkosság van, meghalnak a népek, gyerekek, ártatlanok. Mit tesznek érte, hogy meglegyen? Semmit. 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 Kinek átadtak? Senkinek. Mikor a gárda itt volt, akkor mit éreztek önök? Fájdalmat. Hát, veszélyt. Csak a nagy. Hát de ilyen még itt Szentgyörgyön nem volt. Ilyen. Hát itt szegény emberek élnek. Munkahely nincs, ugye? Hát az, hogyha elmennek az emberek egy kis fájé. Hát Istenem, miből éljenek, miből tüzelnek? Munkahely nincsen. Kapjuk azt a kis 50%-ot, 26 ezer forintból. Nem lett neki én a mai világban. De nem. Hát nem. Nem a túlhaltozó. Na, de én most nem arra, nem azt mondom. Csak ki azt mondja, hogy szegény népeket, hogy lett így mutálisak. És akkor volt a kócsán is, mert mi ócsaiak vagyunk. Igen. Ott voltak a Tekel klubban, ott gyülekeztek össze gárdisták, és lett is elhozva ide papír. Melyik? Azt hova tették? Úgyhogy le van adva, ki vannak ócsán plakátok az egész papír, és kettőt leszakítottam, és elhoztam. Bemutattam itt, akik itt voltak felsek. Hogy álljanak be a gárdába, tetszik tudni, mert ugye toborozták, és nem kis ember, hanem nagy fej, csak most nyugdíjban van. Igen. És azt toborozza őket. És abban az utcában lakik, ahol az öcsém lakik. Igen. Úgyhogy ott is lepohozták a szegényeket. A mártonyékat. Bizony. Ott kint a... Ezt nem is lehet volna megengedni ilyet. Meg hát ilyet megtámadni, mikor alszik valaki, és a gyerekekkel együtt. Hát ez a legkegyetlenebb. Hát ilyen egyet. És ilyen butá. No, és ők abban voltak, ugye, hogy bedobják azt a koktélt, vagy mi az Istennek nevezhető. Felgyújtják élve az embereket. Na most ugye, ha nem szaladt ki, akkor égjen bent. Ha kifut, akkor meg ott lövöldözik. Hát milyen dolog? De ha magyar lett volna, azt hát is ugyanúgy megölték volna. Hát ez ítélet. Ha magyar ház lett volna, ugyanúgy megölték volna. Magyar ház nem elik meg, mert kinézik a cigányházat. Hát biztos, hogy az is.
Napközben, hát már egy, lement két hete vagy három hete itt járkált a BM-ből. Nézte, hogy milyen melyik cigárházat kéne kinyírni. Eleven hát az újságban benne van, hogy aki... Hát azt akkor ő ez volt a legjobb, mert innen tudtak menekülni, itt a persze. Erre miért nem mentek el? Itt is vannak cigárházak. Meg arra felé. Meg arra felé, a Zsinor utcában. Mert ugye ott a sorban vannak a házak. Vörösmarty utcában, ott vannak a házak. Itt a szélsőség, van az ilyen. Itt az erdő van, el tudod menekülni. Egyértelmű. Azt akkor kész. Szóval ott az erdőben lehet autóval is menni? Kérem szépen, a tengyas hátra mögött van egy gyút, ott megálltak, gyalog gyűjtek ide. És gyalogbőték, hogy négyen gyűjtek ide. Meg az, hogy hát itt nem 15-20 méterre ültek. Itten igenis az ablak már állt. Kegyetlen. Mert a sörőt az így megy szét. És ez meg 15-20, akkor vagy, hogy a gyereket ott találják. Csak közelről ültek. Tehát itt nem 15-20 méterre ültek. Tehát milyen szívkörülöttek? Hogy az apa fogja a gyereket és mind a kettő. Az, hogy 15 méterre lejártak, vagy 20 méterre. Úgy ültek be gyalog, az igen. Hát ilyen, mert más, olyan bajt elkövetett volna. De hát ugye nem, hát ez rendes, mint ahogy a tanács is közölte, ugye. Hogy egy rendes, szegény család, mert hát ugye annak nevezhető, egy szegény család. Hát, és akkor még lényeg? A rendőrség még titkon akarta, hogy majd elsimítsák, mert buta cigányok, és akkor eltagadnak persze. Mindent. Hát nem igaz, hogy nem látták, hogy a lőszerek benne vannak a hóba. Hát kijöttek a rendőrök, ugye jó, nem is mindjárt, se a rendőr, vagyis az orvos. Ugye akkor mindjárt a tőnekük lekönlött volna keríteni, de megvárták azt, meg összejárkálták. Mert ugye nem volt elhányva hó, ugye a nyomak ott voltak, hogy merre futottak, hogy jöttek be. Hát akkor kerítők kezdtek el, mikor pestiek meggyűjtek már, pesti rendőrök, meg minden meggyűjt onnan. Akkor kerítésztek, addig már eltolták minden nyomot, mindent eltúrtak. Direkt összemászkálták. Hát ezt ilyen nem szabad csinálni. Isten embereket teremtett. Nem? És egymással meg kellene élni, mert ebből lesz majd a háború. Gyilkolják az embereket, majd ebből lesz, hogy egymást gyilkolják, ölik. Ki az erősebb, majd a magyarok, vagy a cigányok, hát majd ebből lesz a gondok. Itt lesznek majd a gondok. Bizony, hogy itt mert szerintem Isten emberiséget adott, nem fajgyűröletet, meg rasszistaságot. Úgy volt, hogy fölgyújtották az ajtót. Na most a gyerek ki akart ugrani az ablakon a gyerekkel, a kisgyerekkel. Na most nem bírt, mert lüvedeztek rá. Na most kintelen volt kimenni az ajtón, a régi ajtón. Kintelen volt kimenekülni. Persze, oda mentek azt, akkor ott lüvedezték azt. Addig a gyerek vagy a lány meg gyűjtve ide beugrott, az ablakon ugrott ki, akkor már két kisgyerek. És azután is lüttek, akkor meg már begyűjt mindenki. A nagyszülőháza, ugye? Ez a nagyszülőháza. Ott az édesapja. Gyűlölik a cikányokat. A hírtévések. Az Echo TV-t nem látják, mert akkor nem mondanák, ha azt is látnák. Az Echo TV-t? Én látom. Az jó. Én is látom. Az Echo TV. Az nem jó, igaza van, nem jó. Akkor az is ugyanaz, ami MSZ. Na, még rosszabb, mint a hírtévé. Még rosszabb? A cigányság beilleszkedése az ország jövőjének egyik legfontosabb kérdése, mondta a köztársasági elnök a Népszabadságnak. Solyom László szerint tény, hogy a cigányok zöme a rendszerváltás vesztese lett. Az államfő úgy fogalmazott, hogy az ellentéteket orvosolni kell, szítani nem szabad. A Tatár-Szentgyörgyi és a többi eset okával kapcsolatban közölten még nem tudni, mi a valódi ok, sőt még támpont sincs bármely feltételezéshez. Solyom László szerint végtelenül káros és felelőtlen magatartást nyilatkozni mindaddig, amíg semmit nem tudni, de ez már odáig fajult, hogy egyesek polgárháborút vizionálnak. 6 hónapos kitartó támadásokkal a pakisztáni hadsereg kiűzte a tálib lázadókat. Soha nem bántott minket. Ha nem volt pénzünk, ő neki 500 forintja volt, az megfelezte velünk, gondoskodott rólunk. Úgyhogy, amit csak egy gyerek jól lehetett, az jó volt. Azért nem mentem előlünk lakni, hogy mellettünk legyen, vigyázol ránk. És akkor így meggyilkolták. És nem elég volt ő, meg azt a falat kisgyereket is, 4 éves kisgyerek. Mit ártott ez meg a világnak? Mert nem ártott semmi se.
keservesen főnevel őket az ember, és akkor így elveszik nekik az életüket. Miből éltek a fiáik? Mit csinált a fia? Mit dolgozott? Tankanyi munkát végezett. Mihez értek? Hát, amihez hívták dolgozni, mindenhöz. Dolgozott az építőknél, az árkotás ott, az mindent csinált, csak hogy a gyerekét fenntartsa. Ugye el tudja családját tartani. Meg a regálban is dolgozott. Igen, ott is dolgozott, másfél évig. Hol? Itt a bútorgyárban, a regálban. Igen. Táborfalban. Nem csavargó volt, nem volt iszákos. Akkor mi bűne volt neki? Az, hogy cigán volt. Feleségével hol ismerkedtek meg? Tatár-Szentgyörgyi a felesége szintén. És hogy lett szerelem ebből? Mi jártak együtt, jó barátok voltunk, voltunk a szülőkkel és mennyi idős ez a kislány? Már még kislány. 23 éves. Hány gyerekük volt? 8. Önöknek? Jó, nekünk. Hát önöknek is, meg nekik is. Önöknek 8 gyerekük van? Igen. És a... És a Robi, ez hanyadik volt? Első. A legidősebb? Igen. Akkor emiatt is. Mindenféleképp, hiába az embernek a 8. vagy az első, az cigánnál nem úgy van. Ami az én vérem, meg az én húsom, az mindegy, hogy hány éves, meg hogy mekkora, az az én gyerekem volt. És ugyanúgy fájna, ugyanúgy fáj, mint hogyha, mit tudom én, ha nem is tudok, hogyha 30-40 éves lenne, akkor is ugyanúgy fájna, mint most. És ő mire emlékszik ezzel az esetek kapcsolatban? Hogy történt? A 3 lövésre, és hogy kiszaladtam, égett a ház, menjem akkor már itt tortítozott a ház sarkán. A fiamat kérdeztem tőle, és az unokámat, hogy hol van, mert a kislány és a kisfiú már belekint át. Ő azt mondta, hogy a kisfiú bent ég a házba. Azt mondta, hogy a nagy Robit még nem tudja, hogy hol van. Azt utána mondta, hogy ott van lent a Robi. Mikor már mentem oda, a gyerek lent feküdt a földön, akkor még nem vettem észre, hogy le van lőve. Keltigettem, de észre már akkor nem tért. De akkor még ért, és akkor férje még behozták ide a házba. A kisfiút is megtaláltunk mindjárt mellette, azt meg az öccse. Mind a kettőt behoztunk, felhívtunk a mentőt, a rendőrséget, a tűzoltóságot. Már mire nem tudom, hogyha kijött a mentő, hogy éte, de akkor még szedte levegőt, mikor mellette voltam. És utána mentős. A fia vagy az unokája? Fiam. Kivitte a mentős, akkor még már egy 10-15 percre, vagy nem tudom mennyi időt elt el, akkor mondta a sofőr, hogy meghalt. Akkor sem nem az orvos állt előttem, és nem az mondta, hogy a gyerek meghalt, hanem a sofőr. Önök nem érik el a Mohácsi Viktóriát és másokat, akkor... Ez el van sírni. Az volt a jó, hogy volt mellettem olyan, aki tapasztalt volt benne, és értett hozzá, hogy hova kell fordulni. Ez az itteni roma? Vezető volt, vagy ki az, akinek eszébe jutott, hogy én ide kell hívni tudom. Embereket, nem tudja? Ezt nem fogom törni ja. Nyilvánosság előtt, mert nem szeretném bajba sodorni azt az egyetlen egy embert, aki jó hozzám, és mellettem áll.
Tehát valakinek eszébe jutott, hogy ez így nincs rendben, mert igen, ezek a... Igen, mert a nyomok el vannak tüntetve, és nem vizsgálták rendesen meg a dabasi rendőrök, hogy hogy telezkedett ez a gyilkosság és a tűz. Hiszen ők nem is arról beszéltek, hogy ez gyilkosság, hanem hogy egy baleset történt. Akkor már mink a lövésről beszéltünk, mert a fiamon megtaláltam a három golyót, és a sógorom megtalálta Zobnyán a két lyukat, ahol a golyó beült neki. Úgyhogy öt lövés volt a fiamon. És a kisfiú? A kisfiú azon még 18 lövés volt. És még az mellett még volt szívük zárkapcájába, vagy mibe belerúgni neki, a kisgyereknek, hogy törnöle neki a két lába. Úgyhogy voltak itt olyan állati módon elkövették ezt a gyilkosságot, hogy az ember az alig tudna beszélni. Tehát ezt én még nem is hallottam, hogy belerúgtak a gyerek arcába. Igen. Biztos kajbált a kisgyerek, vagy valami, és úgy hallgattatták el. Ezt honnan tudja? Hát mert a kisgyereknek észrevettünk az arcán. Itt valahol volt neki törés. Biztos nem csendben volt mind a kettő. De önök már nem láttak senkit? Senkit nem láttak. Lehet, hogy arra voltak az erdőben valahol elbújva. De hát nem is foglalkoztunk azzal, hogy kit találunk, hanem hogy őket mentsünk meg. És milyen volt ez a tűz közben? Hát milyen volt? A tetej, vagyis a padlástértől kezdődött, mikor én kimentem, meg a ház elejétől. Úgyhogy az előszobában kezdődött nekük, és a padlástérről. Mert már bejárati ajtón nem bírtunk belenni. Tehát az ablak azért van kitörve, mert ott dobták be a molotov koktélt, önök szerint? Itt a konyhai? Igen. Nem, ezt mi nem törtek a székkel, mert be akart menni, az itt, hogy benn van a kisgyerek, aki meghalt. Tehát mert már a bejárati ajtó felé egyáltalán már nem lehetett a tűztől bemenni. És akkor hogy derült ki? Akkor valaki mondta, hogy nem bent van, ugye? Igen, és akkor azért már nem bent. A másik fiam a kisgyereket. Ez mennyi idős ez a másik fiam? Az 17 éves. Szabó Bocska. Ők testvérei a Robinak? Az ön gyerekei? Hát, nem egy hamar fogják elfelejteni, azt hiszem, ezt az egészet. Ő még a családot látott, mi még azt hittünk, hogy a cigányoknak. Hát közben meg a emezeket. Itt is ugyan a rendőrök. Nem a mi védelmünkön vannak. Mondom. Figyelj! Kapott tízkicséretet, kapott a gárdista. Lehet, hogy valamilyen rokot nyugodt. Nincs rokok, az nem mond. Nem összevitatkoztam ott a rendőrrel, emlékszél rá?
Hallod, ilyen pornó, pornó kazettát megcsinált a kiskorú gyerekét. Na, hát akkor ő mondja. Saját magától jövök. Valaki még mondja. Ez tíz egy gyilkosság jött, kapitán. Na most, ha most a házat pár tudom, ha volt rendőr, 18 évig rendőr volt, és a fiával csinálta az ötben. Én nem tudom, nekem az gyanús volt, hogy a füstmérgezésre izítik el. Ugye, hogy abban első füstmérgezésen. Jó, biztos, hogy van. Hát a figyelj, fiatal. Ezt méletlen füst lehetett többen. Biztos, hogy izítik el. Nagy Tiborné, Nagy József, az ő ártatlan haláluk még mindig nem volt elég, hogy eszmélkedjetek? Mire várunk? Követeljünk jogot, jogot, jogállamot! Kedves jelenlévők! Telepata Krisztánhoz. Hú, mert az belenyúlni ilyen dologba, bazd. Meg a mit foglalkozik, hogy ilyen vizé? Kávét. Megnézem, hogy a fülemület tüvényét. Te nem most itt tette, és az ország. Thank you.
bocsánat. Kérdés, hogy a mostani válság vesztesei is ők lesznek-e azzal, hogy rajtuk csapódik le annak minden súlyos társadalmi feszültsége. Arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyuljanak az emberek a cigányokat sújtó bűncselekmény sorozathoz. A közösségi elnök azt mondta, idézem, az, hogy szerencsétlenekre rágyújtják a házat, és amikor menekülnének, lelövik őket, olyan gyalázatos bűn, amelynek a súlyát föl kéne fogni. Közölte a Magyar Távirati Irodával, természetesen amit megtudunk, további részleteket elmondjuk. Mit mondott, hogy hol? Az Katás Endgyőt. Az ott, onnan jöttem, de a másik helyez, mi? Nem, onnan jövök. Közel van Katás Endgyőthöz. Katás Endgyőthöz. Ahonnan te jöttél. Az MDSZ... Kívánok. Csillag Ádám filmrendező vagyok, és itt voltam egy órával ezelőtt a másik korábbi tűzesetnél, és most jönnék vissza, azt szeretném kérdezni, hogy hol van ez a Jókai utca 6-os, ugye? Most a saroknál elmegy balra, ott mellett. Ez a mostani, ugye? A második. Jó, köszönöm. Megálltam, hogy a cínén, igaz, nem megy teljesen oda. Tehát én most a második tűz. Értem. Igen. Délután volt itt, vagy este fiam, igen. Igaz? Másik úton voltam. Igen, azt mondom, hogy mert láttuk is. Igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Köszönöm. Hát balra van. Győző bátyám, az a személy leírását ne beszéljünk. Itt rettegnek az emberek, itt nem mernek nyilatkozni, de teljes mértékben tökéletesen egyetértek, mert már nem bízunk senkiben. Mert segítséget sehonnan nem kapunk, csak várják azt, hogy mi beszéljünk. És itt senki nem fog nyilatkozni, mondta. Képzeld el, milyen bátrak lehettek, még nem tudom, hogy egyáltalán, hogy ezt normális személyi ember, olyan, mint egy én, ez biztos, hogy nem azt követte el, mert itt vannak a cigányok. Jobbra-balra megyünk virasztani. És látom, jövök kocsival, mert az Erzsi leküldi a gyereket, értem, a nagyfiút, hát családos ember. És akkor mondja nekem a gyerek, Lédi néni, ég a ház. Elkezdünk itt futni, ahogy a kocsi kinyílik, elkezdek utána szaladni, és egy nagy, magas embert látok, és befut az erdőbe. Csak már nem engedtek engem, mert hátulról lefogtak, mert szaladtak itt a többiek, mert gázpalack minden bent van, hogy felrobbannak. Meg futottak be az emberek az égő házba, mert nem tudták, hogy egyáltalán a család bent van, vagy nincs bent. Tudod? Úgyhogy nem tudom. Itt nagyon komoly intézkedés kell,
és nagyon gyorsan, villámgyorsan, amilyen gyorsan lehet, mert én tudom, hogy itt az emberek sajnálnak, de ebből mi nem vagyunk kisegítve. Itt, amikor már alkonyodik, sötétedik, itt az emberek rettegésben vannak. Nincs védelmünk. Milyen védelmünk van? Milyen? Hát tegnap úgy szólok oda, Győző bátyám. Tegnap itt vagyunk a virasztáson. Gyanús alakok vannak, ugyanúgy az erdőben. Mozognak a fejek. Nem merek itt a cigány embereknek szólni. Mondom, nem akarok tömegverekedést. Kimegyek itt az asszonyokkal. És telefonálok a fal oldalánál, hogy azonnal jöjjenek a rendőrök, mert itt vannak a gyanús személyek. És azt mondják, indulnak, de rendőrség sehol. Sehol nincs. Egy utcában nincsenek. És holott minden rendőr tudja. A nevemet ismernek, hogy kit keresenek. Egy rendőr nem láttam. Egyetlen egy járőrkocsi volt, az is ott a klub könyvtárnál, bent az irodában volt. Akkor kérdeznek én téged. Milyen védelmünk van? Én nem tudom, én is tartok tőle. Lerakom Győző bátyám, mert itt vannak ezek az emberkék, jó? Majd beszélünk. Jó van, csácsa. Dehogy költöztek? Hát hogy költ? Hát ez az otthonuk. Melyik tévés hírezteli, hogy a Dénesék elköltöztek? Melyik volt az? Fogja meg magát, pucoljon, de villámgyorsan, de nagyon gyorsan menjen el. Hova mennének el azok a szerencsétlenek, amikor szocpolos ház? Hát most építették, gyönyörűen rendbe hozták, kérdezzék meg itt a cigányokat, hogy milyen szépen, önerőből, a kis pénzükből hozták rendbe. Hát normálisan élnek ezek a gyerekek, ezek nem bűnöznek, életükben rendőrségen nem voltak, csak személyigazolványt csináltatni. Hát mi, Gyula, hallod, hogy felköltözött ez a család? Hogy félelmükbe elmenekültek, elköltöztek. Na, hát van a rádió, úgy adta le. Már is érdekes. Még ilyen rádió. Többen láttuk, hogy több személykocsival, azaz dzsippekkel, fekete dzsippekkel járkálnak, és félelmítik a lakosságot. Nézd, nem tudom, hogy ugyanazok-e, de az biztos, hogy több kocsikról beszélhetünk, dzsippekről. Tegnap például itt virasztottunk, és az 1000%, hogy itt, az erdőben voltunk. Itt álltunk az erdőkkel, meg a nőkkel, és rendesen féltünk, féltek, én nem félek, de ők féltek nagyon, és mondtuk is, rögtön segítséget kértünk az Országos Cigány Önkormányzattól, Horváth Aladártól, és azonnal ők intézkedtek, hozták le a nyomozókat. De most mi történt pontosan, mert ugye mi késve értünk ide? Most az történt, hogy virasztásra kellett volna nekem mennem, hát romák vagyunk. És mondom a lánynak, mondom, küldjél-e valakit értem. Jön a fiú kocsival, és akkor mondja a Lügy néni, hát én élek. Mondom, miért, fia? Azt mondja, hogy itt van egy kocsi, de az annyira rám tapadt, minden. Mondom, ne fél, hát itt vagyok. Beülünk a kocsiba, hát nem nagy távolság tőlem a lakás, mert én meg ennek a felgyújtott háznak a végében vagyok. És akkor jövünk, egyszer csak kiabál a gyerek, Lődi néni, égnek a Dénesék. Ahogy kiugrottam a kocsiból, elkezdtünk futni a gyerekkel, akkor abban a pillanatban láttunk egy szemét, aki egy magas volt, nagyon kisportolt volt, de az arcát nem láttam, mert egyenesen megfordult és beszaladt az erdőbe. Itt egyszerűen úgy gondolja valaki, hogy nekünk nincs jogunk Magyarországhoz, meg az élethez. De nem tudom, hogy ki volt ez, mert szerintem, ha úgy lenne, szerintem neki nincsen joga, mert ez egy őrült. Hát mi ugyanolyan emberek vagyunk, normálisan élünk. Igaz, szegényen, nem milliókba vergődünk, de mégis szeretetben, békességben neveljük a családunkat.
Felcsék utcájában. Bocsánat, tették, jól vagy őt, rászálltak egy másikba meg is. Aliza! Kukban! Márko! A Dózsadőr utcában, tudod, a mellettereznés. Ahogy van ez a cigány, az a következő háza. Ahogy laknak a Fercsi bácsi. A Petyéktől jött fel a kanyarba, az aszfaltjától. Nem a Zilonka háza! Ne, attól lejjebb, attól lejjebb. A Borizsék utcában. Az egészen nem vigyetek el innen. Maradjatok, melyik is az? Maradjatok! Melyik az? Melyik az? Gyerek! Meghalok anyám! Haragudjon, te jól hallom én azt, hogy brazilokról beszélnek? Nem. De én jól hallottam, hogy brazilokról beszélnek a rendőrök. Én tudom, hogy mit hallottam, uram. Igen, nagyon jó fülem van, föl is van véve. KKL 458-asban ült a jó ember, akinek a rádiójából hallottam ezt a brazil dumát. De ott majdnem meghírigeltek tényleg. És fel vannak fegyverkezve, ilyen botokkal, meg macsétével, meg kinek mi jut. Nagyon pontosan azt szerettünk volna lenni, és akkor be is mutatnám Zoltán Ferenc ezredes urat, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatóját. Elsőként ő szólna. Mit lehet akkor tudni? A szemle során egyértelműen beazonosítható a tűzfészek közelében a nyillázárókat, mind az ablakot, mind az ajtókat a tanúk elmondások alapján ők okozták a kárt, ők nyitották föl. A pannon Pest megyei kutyásszolgálatnak a kereső kutyájaként volt tűzgyorsító szintrogén származékokat nem talált a kutya, ezért az idegenkezéséget nagy valószínűséggel kizárhatjuk. További keletkezés körülményeit szakértő bevonásával vizsgáljuk, mint igazságügyi szakértő, mint igazságügyi tűzvizsgálati szakértő és elektromos szakértő. Tehát akkor azt kizárják, hogy valaki van. Nagy valószínűséggel, igen. Tűzkeletkezések központja a konyhában volt, ahol a levődlő sarok ülőgarnitúra tehát lejegett. És ott van valami kályha maradványa vagy mi? Egy elektromos fűtőtest található, tehát ezt az elektromos szakértő vizsgálja, illetve hogy milyen keletkezésű a kérték számításba, azt pedig az igazságügyi szakértő vizsgálja továbbiakban. Konkrét keletkezési körülményt csak a szakértő iratkozatai alapján fogunk tudni tenni az asztalra. Mikor kapták a bejelentést egyébként a tűzről? Lehet erre vonatkozóan bármit megtudni? És amikor kiérkeztek, akkor mit láttak, hogy ez már mennyi ideje éghetett? Akkor már teljes terrenőből égett, mire a költözőtök kiérkeztek. A szomszédok észlelték a tüzet. Ők berúgták az ajtót és betölték az ablakokat, mert nem tudták, hogy itt hol vannak a tulajdonosok, és próbáltak életet menteni, de mivel tudták, hogy van bent egy félő gázpalack, ezért elhagyták a helyszínt, amelyet a gázpalackot már tűzoltók hozták ki az épületből.
korábban olyan hírek voltak igazgató úr, hogy megtalálták a terepjárót, ilyesmi, tehát és látjuk, hogy itt órákig vizsgálták a környéket is álmlámpával a kollégái, akkor önök is kizárják, hogy idegenkezűség. Igen, mivel mint hallották a tűzvizsgálatnak a jelenlegi szakaszában, azt lehet megállapítani, hogy az idegenkezűség kizárható. A jelenleg ennek megfelelően, mint általában a közigazgatási eljárás szabályai szerint folytatjuk a tűz körülményének vizsgálatát. Mi sem találtunk arra utaló adatot, nyomokat, bizonyítékokat, hogy itt szándékos tűzokozás történt volna. Természetesen a minden bejelentést komolyan veszünk, ennek megfelelően voltak valóban arra utaló információk, hogy itt láttak esetleg személyeket, de ezt megerősíteni a tanúk, a meghallgatott személyek nem tudták. Ön látta valami összefüggés most jelen pillanatban a hétfői tűzzel kapcsolatban? Nem látunk összefüggést. Természetesen a véletlenek összjátéka, ami itt most történt, és ezért is jelentett ez ilyen komoly figyelemfelhívást, érdeklődést a média részéről is, mert hisz a hétfői helyszíntől mindössze 100 méterre vagyunk. Itt történt ez a tűz, ennek a keletkezését a tűzoltók pontosítani fogják, de már most egyértelműen azt lehet mondani, hogy nagy valószínűséggel zárható a szándékos gyújtozatás vagy tűzoltás. Akkor a véletlenek játékának nevezni, semmifajta összefüggés nem látnak és nem is nyomoznak ez ügyben, vagy nem is vizsgálódnak ez ügyben, és esetleg lehet összefüggés a két eset között? Most azt lehet látni, hogy a két eset között nincs összefüggés. Nyomozni ebben az ügyben mostani információk alapján nem szükséges. Nem indokolt, hisz nincs gyanú sem arra, hogy itt bűncselekmény történt. És a helyszínelés akkor lezárult? A helyszínelés folyamatban van, a munkatársaim még rögzítik azokat a nyomokat, közösen a tűzvizsgálókkal, az igazságügyi tűzvizsgálóval, az igazságügyi elektronszakértővel, hogy pontosítsuk a teljes, hiteles tűzkeletkezésünk. És bocsánat, Tatár Szent Györgyön marad a erősebb rendőri jelenlét? Igen, ezt szeretném is elmondani, hogy Tatár Szent Györgyön is, és a környéken is egy fokozott rendőri jelenlét van. A napokban is ez volt természetesen. Jellemző a helyzetre, hogy amikor a tulajdonosok innen a házból 18 óra 4 perckor elmentek Budapestre, akkor találkoztak a járőröző gépkocsival, még meg is álltak itt a ház előtt, és utána, miután a háziak elmentek, hát utána keletkezett valamilyen okból a tűz. Ennek a vizsgálata most folyamatban van, de megállapítható, hogy nincs idegenkezőség. Egy neved és egy titulus, hogyha mondanám. Papp Péter rendőr ezredes vagyok, bűnügyi igazgató. És a rendőrségnek mennyivel tűz után sikerült kérnie? A rendőrség, még egyszer mondom, perceken belül itt volt, hisz itt vagyunk a településen, megerősített szolgálat van, és a helyszíni szemlebizottság, illetve a forróanyom parancsnok, mint a múlt esetben is, mint jeleztem, ő itt lakik, és a héten még mindig ő a forróanyom parancsnoka, és perceken belül szinte ők hamarabb értek ide, mint a tűzoltók. Amikor ők már itt voltak, a tűzoltó gépkocsinak a szirénázását hallották, amikor érkezik a segítsége. Ez a megerősített rendőri felügyelet, ez mit jelent darabszámra, mondjuk hány rendőr, hány autó van? Ez nem rendőri felügyelet, hanem megerősített rendőri szolgálat van. Most számokat is mondhatnék, a megszokottól jóval magasabb létszámban vagyunk a településen. Szám szerint ezt nem lehet tudni, ennek kellene? Hát a kapitány úrral beszéltem, 10 fölötti létszám. Még egyszer, hogy megtalált szürke terepjáróval, az milyen hír vagy értesülés, amit már lehetett a... Megtalált szürke terepjáróról azt lehet tudni, hogy itteni lakosok esküvőre mentek, és őket vélték idegenek. Őket igazoltattuk, és elszámoltattuk.
mi az úti céljuk. Tehát abszolút kizárható. Na most ez a terület, ez, itt nagyon sok vadász él ezen a területen. Sokan érkeznek ide. Itt a terepviszonyok miatt persze terepjáróval közlekednek az emberek. De érthető, hogy ha történtek után félnek az itteni lakosok, és olyan dolgoknak is nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, ami egyébként normál körülmények között nincs jelentőség. Ebből adódik az, hogy látni vélnek, hallani vélnek. Most, ha azt is elmondhatjuk itt az ezredes úrral, hogy most még itt történt ez a helyszínelés, tűzvizsgálat, 3 tűz eset bejelentése történt, és mondhatom azt ugye, hogy egyik sem volt igaz. Itt a településen, ugye? Egy településen, egy pedig a Dabason. Tehát ez egy helyzetet tud kialakítani egy ilyen esemény, amikor elindulhatnak olyan jellegű információ áramlások, amelyek nem ellenőrzöttek. De mi azért vagyunk, hogy ezeket nem ellenőrizzük. És köszönöm én is mindenkinek a kitartást. Remélem senki nem lett beteg és nem fáztak meg. Az operatőr elnézést kér mindenkitől. Én kérdezhetek valamit? Igen, természetesen. Azt kérdezném, hogy a rendőrök miért brazilnak hívják az itteni embereket, amikor egymással forgalmaznak. Tehát én a magam részéről fültanúja voltam annak, amikor az egyik rendőr kollégájának egy valaki a kollégák közül szólt, és a brazil kifejezést használta. Azt kérdezném, hogy ilyen rendőrséggel mire lehet menni ilyen kérdésekben? Hát megmondom őszintén, én nem hallottam ilyen forgalmazást. Valószínűleg azért, mert bent voltam a házban, nálam nem volt a kezemben ilyen rádió. Sajnálom, hogyha ilyen forgalmazásnak a fültanúja volt valaki, nem tudom, hogy mit értettek ezen a... Ezen hát a... biztos tudja, hogy mit értettek. A cigányokra szokták mondani, hogy brazil azok, akik a cigányokat nem túlságosan szeretik. Én megmondom őszintén, én soha nem szoktam használni ezeket a jelzőket. De nem is hallotta soha? Hát gyerekkoromban hallottam. Én. Értem, biztos a Pelével kapcsolatban. Igen, jó, köszönöm szépen. Hallgassuk meg élő hittel Krisztus üzenetét, a Szentírást, az evangéliumot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Miután Jézust keresztre feszítették, déltájban sötétség támadt az egész földön délután 3 óráig. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz férfi. Elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyócsba göngyölte és sziklasírva helyezte, melyben még nem feküdt senki. A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúttak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Az asszonyok ijedtükben a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Ezek az evangélium igéi. Se legyen bocsánatára. Tisztelt gyászoló család, kedves testvérek, imádkozzunk Istenünkhöz, elhunyt testvéreinkért, a mindenható Istenhez. Istenünk, te azt akarod, hogy minden ember megismerjen téged, és eljusson az üdvösségre.
testvéreinket is hazavárod égi otthonodba. Fájdalmas szívvel búcsúzunk tőlük, hiszen a gyászolók nem látják többé arcukat, nem hallhatják a hangjukat, de fiat tanításából tudjuk, hogy mégis élnek ott, ahol a megholtak is élnek. Sorsunkat nem kerülhetjük el. Oda kell mennünk pontosan akkor és úgy, ahol és ahogyan halálunk órája elérkezik. Most könyörgünk elhunyt testvéreinkért, Csorba Róbertért és fiáért, Robikáért, hogy Istentől bocsánatot nyerjenek, és ha már ezen a földön sok megpróbáltatásban volt részük, nyerjenek nálad, a mi mennyei atyánknál nyugodalmat és örök békét. Istenünk, te tudsz erőt és vigasztalást adni szívünkbe. Kérünk, tekints az itt gyászolók bánatát, tragédia fölötti gyászát, és adj nekik lelki erőt, hogy ezt a nagy csapást el tudják viselni. Add, hogy ne tegye tönkre életüket a gyűlölet, a bosszú vágy, hanem legyenek különbek a szeretetben, megbocsátásban azoktól, akik nekik és mindannyiunknak régebben és most bánatot okoztak és okoznak. Imádkozunk hozzád, Istenünk, elhunyt Robert testvérünkért és fiáért, és azt is kérjük, hogy bocsásson meg mindnyájunknak, ha Isten ellen vagy egymás ellen vétkezünk, akár gonosz indulattal, akár hirtelen meggondolatlan szóval, vagy cselekedettel. Köszönjük, Istenünk, hogy ilyen méltósággal tudjuk átélni most ezt a gyászos órát. Add meg, hogy békében tudjunk együtt emlékezni halottainkra, és hozzád fohászkodni. Adj nekik örök nyugodalmat, nektek pedig szomorúságokban vigasztalást, és mindnyájunknak neki tetsző életet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Elhunyt testvérünktől búcsúzik családja, felesége Reni, kislánya Bianca, kisfia Máté, édesanyja Erzsébet, édesapja Csaba, testvérei Csabi, felesége Szandra és három gyermeke, Szandika, Csabi és Kevin, Ricsi, felesége Hajni és keresztlánya Erzsike, Krisztián és felesége Reni, az egész tatárszentgyörgyi, kecskeméti, ráckevei, dunavarsányi és délegyházi ismerősök, rokonok és az egész cigányság, nyugodjanak békében. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Drága testvéreim, Jeremiás kesergő szavai jutnak először eszembe. Feljött a halál a mi ablakainkra, bejött a mi palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyermekeket az utakról, az ifjakat az utcákról. És Jézus szavai az evangéliumból, aki ezt mondta, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakába és a tenger mélységébe vessék. Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltéved, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és nem keresi-e azt, amelyik eltéved, és ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely nem tévedt el, eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Miért vesztek el e kicsinyek, Robert és a kisfia, akivel együtt fekszik most a koporsóban? Vajon van-e ma Magyarországon annál mélyebb árok, mint az ő sírjuk, ahová lebocsátjuk őket, és nem akarjuk hinni,
hogy velük együtt az utolsó reményünket is eltemetjük a tekintetben, hogy lehet-e demokratikus Magyarországon élni, lehet-e egy olyan világot elképzelnünk, ahol mindenki alapvető emberi jogai szerint élhet, ahol mindenkinek az élete egyformán fontos, ahol igazságot szolgáltat a hatalom azoknak, akiket bármi bántás ért, és mi itt ezen a helyen mélyen meghajtva a fejünket szégyenkezve állunk itt, és keressük a gyászoló család bocsánatát, keressük a mi megbántott cigány testvéreinknek a bocsánatát, akiknek tartozunk 500 éve már azzal, hogy befogadjuk őket. Nem őket akarjuk rábeszélni arra, hogy próbáljanak beilleszkedni, hanem mi akarjuk őket magunkhoz ölelni, és ez nem történt meg az elmúlt fél évezred alatt. Mi itt most ezen a helyen nem egyszerűen egy szörnyű katasztrófa együttérző jelenlévői vagyunk, hanem mélyen megrendült és megszégyenült emberek, akik nem tanultunk Magyarország bűneiből, akiknek nem volt elég mindaz a gyalázat, ami eddig rajtunk megesett, és mi itt most ennél a nyitott koporsónál bűnbánatot tartunk, és meg akarjuk vallani azt a szándékunkat, hogy követni akarjuk ennek a Jézusnak az utasítását, akinek az angyalai minden nap látják a mennyei atya orcáját. Vajon ők, akik eleve az örökkévaló bocsánatában részesültek, és megállhatnak a mindenható és örökkévaló Isten színe előtt, vajon megbocsátanak-e nekünk? Vajon van-e a mi számunkra bocsánat? Vajon látjuk-e és érezzük a felelősségünket abban a gyűlöletbeszédben, aminek nincs vége? Abban az árokásásban, amit nem tudunk betemetni és abba hagyni? Vajon lesz-e egyenlő elbánás, lehetőség arra, hogy emberhez méltóan éljenek testvéreink? Vajon van-e bocsánat szociális bűneinkre? Vajon van-e bocsánat arra, hogy a kisemmizett és méltatlanul mellőzött embereket, magukat akarjuk felelőssé tenni sorsukért? Ó, bocsánat, 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 mindezért, a bűnért, nem egyszerűen a gonosz rapsicok, azok, akik ebben a történetben a legszörnyűségesebb bűnt követték el, ők gazemberek, akiket meg kell találnia az igazságszolgáltatásnak, és oda kell állítania az ítélőszék elé, és vajon lesz-e kegyelem az ő számukra az Isten ítélőszéke elé, de mindannyian bűnösök vagyunk, akik a lelkünk mélyén gyűlöletet, megvetést, kirekesztést táplálunk. Ó, bocsánat azokért az iskolákért, amikben nem léphetnek be cigány gyerekek, akik nem tanulhatnak ugyanolyan körülmények között, mint a többségi társadalom gyermekei, és bocsánat minden gonosz szóért, gúnyért, tréfáért, bántásért, ami ebben a hazában elhangozhatott egy nemzetalkotó kisebbséggel szemben. Igen, az ő angyalai minden nap ott állnak, vajon mit mondjanak? Olyan könnyű lenne Istenre kennünk most azt, hogy miért nem vigyázott erre a kisgyermekre és az édesapjára. De mi vagyunk azok, akiknek vigyázni kellett volna rájuk. Mi vagyunk azok, akik ahelyett, hogy ezt tettük volna, fenyegettünk, ijeszgettünk, nem álltuk útját azoknak a gonosz alakulatoknak, amelyek ebben a faluban is végigmasíroztak, akik tűrjük azt, hogy Magyarországon ez történjék, gyáván hallgatunk, vagy félreállunk. Ó, Isten, bocsásson meg nekünk, hiszen nekik erre a bocsánatra már nincs szükségük, akik elmentek. Örökkévaló szeretettel szerette őket az örökkévaló Isten, így ölelte magához őket. A jó pásztor megtalálta az ő juhait, ölébe vette és hazavitte. Mi vagyunk itt azok, akiknek üres maradt a kezük, üres maradt az ölük. Együtt sírunk az édesanyával, együtt sírunk a testvérekkel, együtt sírunk a nagyszülőkkel, a rokonsággal, az egész testvériséggel. Siratjuk a gyalázatunkat is, és sírunk a veszteségünk miatt. Isten, bocsásson meg nekünk, és adjon vigasztalást nektek,
A mennyei atya, aki nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Mi sem akarjuk. Nem akarjuk, hogy így folytatódjék a mi történelmünk, a mi sorsunk. Isten legyen kegyelmes mindannyiunkhoz. Amen. Amikor az emberi testnek hívő lélekkel megadjuk a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, az élet urát, hogy halottunkat, akit erőtlenségben temetünk el, erőben támassza fel, és állítsa megdicsőült szentjei sorába. Miután megszabadult a haláltól, és elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon neki az Úr az ítélet napján. Fogadja őt szeretetébe a mennyei atya, vegye vállára, mint hazatért bárányát Jézus, a jó pásztor, és a Szentlélek örök szeretetében örvendjen az el nem múló boldogságnak, és a szentek társaságának. Emlékeztessen a szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, ki szenvedésével, kereszt halálával és feltámadásával megváltott minket. Megváltó Jézusunk tanítása szerint valljuk meg a Szent Háromság egy Istenben, az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Imádkozzunk a meghalt hívekért, akik az Úrban hunytak el, hogy bűneiket megbocsásd, téged hallgasson, hogy büntetésüket elengedd, és azt téged hallgasson, hogy a meghalt híveknek örök nyugodalmat adj, téged hallgasson. Imádkozzunk azokért a testvérekért, akiket ez a haláleset fájdalommal és szomorúsággal tölt el, hogy a szomorúakat megvigasztald, hogy a megtörteket megerősítsd, hogy az elhagyottaknak vigasztalj. Imádkozzunk valamennyi élő hívőért és a jó halál kegyelméért, hogy minket szent szolgálatodban megtarts és megerősíts. Kérünk téged, hallgass meg, hogy szívünk vágyát a mennyország felé irányítsd. Kérünk téged, hogy minket a hirtelen és készületlen haláltól megőrizz, kérünk téged, hallgass meg. Hogy minket a te békében hazavívj, kérünk téged, hallgass meg. Mindenható örök Isten, élők és holtak Ura, irgalmas jóságodban te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön. Hozzád könyörgünk most mindazokért, akik még a Földön élnek, azokért is, akik már a más világra jutottak. Add meg nekik bűneik bocsánatát és az örök boldogságot, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
de teremtő. Együtt bekérjük szépen a mikrofont, hagyd meg a paphoz a mikrofont. Köszönjük szépen!
Tétel számunkra nem csak a test temetése, hanem a feltámadás reményének növelése is. Hát, hogy testvéreink, akiket most eltemettünk, békében nyugodjanak mindaddig, amíg életre kezdődik a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássák meg, ki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.